Kérlek, mondd el nekem, miért kell minden évben egy hónapig bénázni az órarendet? Palatinus, én ezen már túllendültem, tudom, hogy hogyan van ez a dolog. Az nem tudom, miért? Miért Shady Blady? Miért kell engem megbanánozni? Mert mi van? Miért kell engem megbanánozni? Mert mi van? Szevasz, folytatni, szép estét, hello. Na most kapaszkodjatok, $1098 horgáztam össze, én magam, a testemmel, a botommal, a kukacaimmal. Annyira, de annyira imádják a halak a kukacomat, hogy ez valami elképesztő. Na hát tehát ezt lehet feloldani, itt lehet majd jókat pontyozni, és itt lesz a bajkátó. A bajkátó. Itt már kérem szépen nagyon-nagyon-nagyon kemény halak vannak, itt meg aztán meg már pláne. És itt ez már a nagyon-nagyon-nagyon vége a dolognak. Tehát itt konkrétan a karthalaktól elkezdve a cápákig, tehát konkrétan minden is. De én ezt mindenképpen szeretném kifarmolni. Most viszont a helyzet az, hogy megnézzük ezt a tavacskát, ez lesz az igazán jó, és akkor megvásároljuk majd, hogyha $500 összevadáztunk, vagy hát ilyen 400-at, akkor megvásároljuk a teljes felszerelést, és hogyha ki tudom mondani, még jobb lesz. Bedobnád a banánod? De miért akartok engem? De miért kell engem ma meg... Miért kell engem megbanánozni? Na figyeljetek, én már megyek is. Tudom, hogy hol vannak a nagy halak. Tehát konkrétan van egy kiváló hely, ahol lehet igazán nagy halakat fogni, amúgy. De olyan igazán nagyokat. Így beszállok a kis motorcsónakomba, és már megyek is oda. Szevasz, akidobos, jó estét, hello. És ugye innen kell oda. Mert ott vannak a nagyok. A nagyon nagy halak. Az igazán nagy halak. Na figyeljetek, és akkor most jön a hallátás szuper képessége. Ezt így gyorsan megnézzük. Látjátok, ott vannak a távolba az igazán nagyon nagy böszme halak. Tehát mit csinálunk? Oda dobjuk be. Így van. $500 kell összegyűjtenünk, ez a feladat. Ez a feladat. Akidobos, megvan már az óra rend, vagy még ugye flexibilis az első hónapban, gondolom ez a dolog, de attól függetlenül hadd kérdezzem már, meg megvan az óra rend? Az egy nagyon-nagyon fontos feladatám, képzeljétek el. Nem akarsz elhencegni, hogy micsoda előléptetésben volt részed? Ha nem, akkor nem, tehát azt tiszteletbe tartom, de minden esetre gratulálok. Jó estét, Vexor, szevasz! Hello. $1000 gyűjtöttem, képzeld el, a játékba. Így streamen kívül. Csak mondanám. És nagyon rövid idő alatt. Fogtam egy 300 valahány dolláros ilyen csíkos halat amúgy. Nem, de most van egy-kettő érdekes új enemy raptor. Ilyen málnás, meg dinnyi, és meg ilyenek. Hol van az még? Jézusom, hát köszi, nem titok, de nem hencegni. Oké. Ó, ez nagy lesz. Oké, ez szép darab. Látjátok? Kijöttem, és egyből tudom, hogy hol lakik a nagy hal. Az igazán nagy hal. Még ilyet is tudok, ezt is kikísérleteztem, hogy lehet megfogni a botot. Már hogy értve ez alatt, hogy így rántani rajta egyet. Hogy hogyan rángatod, de ez mondjuk nem annyira nagy. Ez tényleg nem annyira nagy. Na nézzük, a hallátás képességét azt most be kell vetni, és elvileg ott arra felé még lehetnek szép nagy vadak. Szevasz, nincs nevem, sorry, hello. Hát mondjuk nem, lehet, hogy nem sikerült odáig szépen eldobni. Na mindegy, meglátjuk, mert általában innen szoktak jönni a bitang nagy halak. Szevasz, Mr. Shutdown, hello. Alig várom, hogy összegyűjjön már az $500, és akkor meg tudok venni igazából, hát inkább lehet, hogy $1000-ról lenne szó, és akkor meg tudok venni konkrétan mindent, ami a következő szereléshez kell. Itt van a hallátó, bizony, nézek, ott tudom látni. Hát most pont olyan helyre sikerült dobni, hogy lófűt nincsen, de... Hát ez is egy állapot, ezt most akkor kihúzzuk, de nagyon gyorsan. Most, Mr. Shutdown, most őszintén kérdezem, te
Te őszintén örülsz? Őszintén örülsz? Mert ha igen, akkor én annak örülök. Ha nem, csak ilyen élcelődésből mondtad, hát akkor kicsit sírok, de megmondom őszintén, én annyira rá vagyok gerjedve erre a játékra, hogy nagyon. Na várjál, hol lakik a nagy hal? Hol lakik a nagy hal? Hát menjünk akkor arra, ott arra. Az lesz a tuti ott, igen. Igen. Kicsit megrángatjuk, úgy. És most jöhetnek a nagyok. Szevasz, kottyek, mi újság van? Hello. Ráraboltatsz a harcsádra? Ráraboltatok, igen. Ja, értem. De majd csak figyelj, miket fogunk most majd venni, hogyha összejön a lovetta. Mert nem akármi. Sóri, szép estét, szevasz! Uha, ó, Gabi. Veszélyesen élsz, veszélyesen. Jézusom. Látjátok? Hát ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy nagy, gyanúsan közepes, inkább olyan kisebb talán. Az is lehet, hogy talán kisebb. Sőt, ez inkább egy ilyen kisebb, igen. Igen. Most valahol nem itt vannak szerintem ezek a nagyobb halak. A nagyobb halak azok hol tanyáznak, hogy arra nagyon messze vagy? Hát nem tudom igazából, hogy most mi a rossz sebet. Próbáljuk meg arra eldobni, mert azt hiszem, hogy pont ezen a ponton fogtam azokat a hatalmas nagyokat. De nem tudom. Még egy 1000 dollárt, hát 900 dollárt össze kéne gyűjteni. Hogyha ilyeneket tudok fogni, mint az a múltkori... Ja, leprintscreeneltem nektek, csak mondom. Mert félő volt, hogy nem hiszitek el. Ebből kifolyólag készítettem egy printscreent, hogy 300 valahány dollárt adtak a halér. Nagyon-nagyon sokat adtak érte, és ezzel sikerült meglendülni egy kicsikét. Nagy halak mindig arra vannak, amerre a horgász nem. Ez nem igaz. A tegnapi nap, meg a mai nap az ékes példája annak, hogy a halak azért ott vannak, ahol kell, hogy legyenek. Figyeljetek, mindjárt kapás van? Most. Aha. Ez nem nagy. Ez megint nem nagy. Ez nem nagy, de most gondoljatok bele, amikor egymás után 4-5 olyan jön, hogy szákolni kell. Tehát azért az úgy elég veszedelmes. És nézd meg, elfogyott a piócánk. Tehát magyarul a pióca az, amire iszonytatóan jönnek most itt az utóbbi időbe. Úgyhogy abban egy olyan 16-ot így szépen gyorsan berámolunk. Az a biztos. Most meg kellene nézni, hogy hol vannak a böszme nagy halak. Ott van például egy, azt kéne megtámadni. Amúgy rájöttem, hogy az úszommal semmi probléma nincsen, mert azt gondoltam, hogy ez az úszó nem megfelelő ez az egész szerelékhez, de egyáltalán nem így van. Tehát ezt azért szeretném leszögezni. Mindig akkor van kapás, ha te is eszel, vagy 10 másodpercig nem figyelsz. Pontosan, és ez teljes mértékben így van. Faterom, a legnagyobb halakat, na várj, nincsen rajta csaliám, hahó. Ja, mert nem raktam föl, csak megvettem a piócát. Ó, Istenem atyám. Gyere már ki, te! Oké, és akkor rá kéne rakni a horogra a piócát. Úgy, ne bizony. Na nézzük, hallátás képessége aktivizálódott. Hát oda kéne. Csak oda kéne nyesni neki, nem? Oda kéne. Automata fishing farm. Hát de hol marad az élvezet? De tényleg akkor hol marad az élvezet? Lehet, hogy hülye vagyok, de okos nem. Írja Hógabi. Istenem. Jó, van, ti már megint nagyon szépen elvagytok. Ezt szeretem. Na, nézzük. Akkor most jöjjön valami nagy jószág. Ja, hogy amíg offline vagyok? Aha, tehát, hogy magyarul botozzak? Értve ez alatt, hogy majd közben horgászik, amíg én mit tudom, én tanítok, hát nem, hát annak mi értelme van, tehát semmi jó nem sül ki abból. Ez most úgy néz ki, hogy ezek ilyen picik. De miért? Nem tudom. Na várjál, mindjárt megsasoljuk, hogy hol vannak.
Ott van egy nagy. Az arra megy, akkor oda kéne. Hű, az egy kicsikét túlmen. Kicsikét túlmen, de most már szerintem jó helyen van. Ott azért vannak halak bőven. Volt-e valami érdekes? Hát milyen szempontból, vagy hogy mikor, vagy hogy értjük mi ezt? Ott van, nézd meg, és a bunkó hal, nézd meg, a mocskos hal, az ott van balra tőlünk, és ott ficánkol, és azt gondolja, hogy nem fogjuk kifogni. Hát pedig egy nagy lókolvász, nem? Ja, hogy fogtam-e valami halakat? Hát fogtam halakat, de igazán nagy halat most még nem, de fogok fogni ilyet. Ebbe 1000%-ig biztos vagyok, mert most már tudom a módszert. 2,6-os merülése kell, hogy legyen ugye a csalinknak, piócára jönnek, és a hallátás képességét pedig be tudom vetni akkor, amikor kell. Tehát innentől kezdve valójában nincsen probléma. Hát ez valami közepes méretű. Ez nem olyan nagyon pici, de nem is olyan nagyon-nagyon nagy. Ezért kiszedjük. Igen, mondtam én, ez egy másfél kilós kis kárpi. Oké, hol van a nagy hal? Jó, most már ott vannak bőven, akkor oda kéne eldobni. Oda jó messze. Ott a nagyon tuti. Zenészeknek fagot halad. Jaj. Srácok, tehát nem, mi történt Ó Gabival? Megint nézte basszus a szeszélyes évszakokat, vagy nem tudom, hogy mi történhetett, de Zsigó Robertet meg szeressük meg, de villám gyorsan, úgyhogy áramoljon a szeretet, és csordogáljon a szeretés. Már amennyiben lehetőség van rá, hajrá. PUBG-ztél? Ja, hú, az nem csodálom, hogy ennyire kikezdett. Hát most nem is tudom, hogy mi lenne velem, ha neki kellene állni PUBG-zni, tehát egy... Hát az ilyen sírva vigadós lenne, azt kell, hogy mondjam. Amit viszont rohadtul várok, az a szerdai Wormsozás Zéróval. Tehát az biztos, hogy egy baró content lesz, úgyhogy... Meg hát ilyen visítva röhögős. Ó, ez nagy, hát nagyobb. Ez egy olyan, mit tudom én, 4 kilósra tippelnék, hogy kb. Vagy valami ilyesmi. Hát lehet, hogy nem lesz, hogy lehet, hogy csak ilyen 3 kilós, vagy 2 kilós. Hát, vagy még akkora se, ugye? Vagy még akkora se. Hű, arra vannak a böszme nagy halak. Hát, hogyha rámennek, ugye, bár egyáltalán nem biztos, hogy képzeld, hogy megszereztem a csirkevacsit egy fészit és török versenyző elő. Nagyon jól tetted. Nagyon jól. Ez kiválóan tetted amúgy. Hát figyelj, nem mindig. Figyelj, van az úgy, de nagy jampi vagy, hogy van az úgy, hogy azt gondolod, hogy húz meg, hogy ez hatalmas lesz, meg tényleg gigászi, tehát a nagy fehér vadászt fogod ki most éppen, és akkor egy kis ilyen nyüzsüge, ilyen halnak látszó, ilyen, hát kisebb, mint a csali, olykor egyszer csak kiugrik a vízbe, hogy megjöttem, tehát egy körülbelül ennyi. De van olyan, hidd el, hogy lehet érezni, amikor igazán nagy a hal, tehát amikor úgy nagyon küzd és fárasztani kell, meg megy ide, oda, amoda, na most az a veszélyes, igen. Szevasz, Konexke, hello, szép estét, és köszöntünk nagy szeretettel. Szevacsek. Ajaj. Na most mi van? Haló? Mi van a halakkal, hogy merre járnak? Vagy kb. Hol vannak? Hát van ott mellette azért valami. Valami van. De lehet, hogy egy kicsikét előrébb kéne menni, nem? Vagy ne menjünk ennyire előre? Az előző alkalommal csak így fogtam magam, és kimentem tehát a partra, és a partról horgáztam onnan a stégekről. Lehet, hogy az volt a probléma. Lehet, hogy nem kéne. Lehet, hogy nem innen kéne horgászni, mert kicsikét visszábról. És az is lehet, hogy a motorcsónakkal elzavartam a halakat.
Ó, na ez az. Ez az, na ez a nagy fogás. Figyelj, mert ez szép lesz. Ez szép lesz. Ez biztos, hogy szép lesz. Ez nagy lesz. Ez nagy lesz, készüljetek. Készüljetek, ezt szákolni kell, az úgy biztos. Nem tudom, melyik kötök adja ide a szákot, de nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan, valaki adja a szákot, mert meg kell szákoljam. Tuti fix, mert elszakítja. Adjátok már a szákot. Nem kell megszákolni, de 112. Igen, ez egy csíkos basszusgitár, legalábbis ahogy ti nevezitek. Ez a striped bass típusú hal. Na, ilyeneket kell fogni, nem egyet, nem kettőt. Az Iszákhoz érte. Jézus. Na. Konkrétan a halnak az arcába tettük a csalit. Az arcába tettük befele. Na, ez már szép volt, ugye? Na most mondanom se kell, hogy azért annyira sajnáltam, amikor itt stream előtt egy pár perccel így fogtam magam, és de jó lett volna, érted, hogyha látjátok, hogy konkrétan egy 300 valahány dolláros halat így hopp így kiemelek, aztán jó napot kívánok, de csináltam róla képernyőmentést. Most hogy lehet megnyitni most Steam-es játéknál a képernyőmentéseket? Shift-tabbal, meg ilyesmi? Már akkor megkereshetem, ha gondoljátok, ezt meg tudom mutatni, csak az a baj, hogy nem fix. 5 húros volt? Igen. Egy 5 húros basszus hal. Én legalábbis azt gondolom, vagy hát a fene... Hopp. Ez se kicsi. Ez se kicsi. Lehet, hogy nem olyan nagy, mint az előző, de ez se kicsi. Hát jó, ez is jó. 5,5 kilós. Az már úgy általában rendben van. Ó, ott van egy nagy böszme. Azt kéne ott elkapni. Konkrétan rádobom, hogyha lehet. Hát tippelgetni lehet, hogy mekkora lesz a halam úgy. Igen, ezt most fejlesztik, amit Óga bír, igen, bizony. Boti, köszönöm szépen a követés, és Máté, neked is köszönöm szépen. Köszi. Na? Hogy állunk amúgy pénzbe? 1200, tehát 800 dollárt kellene még gyűjteni. 800-at, ami, hogyha kifogunk egy-két nagyot, akkor nem lehetetlen. Hát, hogyha minden jó megy, természetesen. Hát, ez, igen, talán ez egy kisebb. Ha minden igaz, igen, ez egy kisebb. Ez egy kisebb, de ennek is örülünk, csak ugye nagyobb legyen az ára, mint a csalinak. Igen, nagyobb az ára, bizony. Jó, olyan 1300 Most mi történik? Én nem akarok bug reportot küldeni. Nézzétek azt, hogy a képek megnézése... Online könyvtár. Itt van, hogy elmentette? Vagy hogy van ez? Nem mentette el a rohadék. Mekkora egy izégenya? Lehet, hogy el se fogjátok hinni, hogy mekkora alatt fogtam. Na hát ez már egy életközeli szituáció, azt kell, hogy mondjam. Amikor a horgászok hazudnak, érted, hogy mekkora halat fogtak. Hát körülbelül bogaras a hal. Cserigeri, tőlem nyugodtan. Tőlem aztán nyugodtan. Hát figyeljetek, hogyha valaki eltalálja gramra pontosan, repül a subgift. Na, mit szóltok ahhoz? Az megfelelő? Ha valaki gramra pontosan eltalálja, akkor repül a subgift. Kihívás elfogadva? De akkor tényleg, tehát nem dekára, gramra pontosan. Jó, na akkor kérjük, tegyék meg tétjeiket, hogy mekkora lesz a következő hal. Tedd fel a print screen programot és a... Fönn van. Ha meg nem, hát akkor meg téjú. Végül is teljesen sima, hogyne.
Na nézzük. Ojojojoj, de szép! Na ez jó, ez szép nagy lesz bizony. Szép nagy lesz bizony. Ez jó. Ó, nézd meg, ez fárasztani kell. Ez fárasztani kell, ez egy szép jószág lesz, ezt meg is kell szákolni majd. Na most már ilyenkor, amikor már bevágtam, akkor már nem ér. Akkor már ne. Ezért nem lehet ezt játszani. Tehát, aha, tehát akkor 7900 érkezett? Nem érkezett. Ha jó. Majdnem, adom, abba közel volt hozzá, de sajnos nem sikerült neki. Ő volt talán a legközelebb hozzá, hogyha jól látom, de lehet, hogy tévedek. Utólag már nem ér. Ne? Hát ezt így nem lehet játszani, hát nem lehet ezt így játszani, mert csaltok. Hát csaltok, hát ne vicceljetek már. Oda jó, bevágom közéjük. Úgy, bizony. Igen, te közel voltál hozzá, adom abba, így van. Most már innentől kezdve pöröghetnek megint a tippek. 5330 gram lesz. Hát jó, legyen. Mehetnek akkor a tippelések, hogy mekkora lesz a következő halacska. Gramra pontosan kell, hogy működjön. Nézd, hogy esetleg valaki bejön érted, mint új néző, és akkor azt nézi, hogy mindenféle ilyen számokat írtok be. 0,46 gram. Igen. Az egy ilyen kis ebihalszerű valami, nem? Tehát körülbelül. Hopp. Ó, gyerekek, ez is szép. Ez is szép fogás. Megjöttek a nagy halak az esőre. Vagy legalábbis a nagyobb bacskák, ha jól látom. Hú, el ne szakítsad. A drága damilomat, mert aztán... 2430 volt ilyen? 2430 tippelt valaki ilyet? Kápeti közel volt hozzá amúgy. Szevasz Kristóf, hello. Várjál, Sanyó? Hát de miért Sanyó azt írta? 2400. És ez, tehát akkor eltalálta? Tényleg eltalálta, Sanyó? Ne vicceljetek, tényleg eltalálta, Sanyó? Ez egészen bizonyos? Egészen biztos, hogy eltalálta? Tuti fix? Moderátorok, figyeljetek, nem ám izé, nem izé csalás van. 30-al csúszott? Ja, de az nem 2430, de nagyon közel volt hozzá. 30 gram mínusz. Hát, ja. Nagyon közel volt hozzá. Iszonyatosan közel volt. Ott egy büdös nagy hal. Na, arra kéne rámenni ott, igen. Hát, ha ott sikerül azt a szép nagyot megfogni. Már nem sikerült eldobni odáig, de attól még rámehet. Attól még rámehet. Jö, és már áramlanak is az új tippek. Oké. Most meddig fogjuk mi ezt játszani így? Tehát így, amíg el nem találja valaki, ugye? Istenem! Közel voltál Lottó főnyereményhez, de mégse nyertem. Hát igen, van az úgy. Ne bántsad őket. Ne bántsad őket, ó Gabi. Most azon szurkoljatok nekem, hogy azt a 700 dollárt, ami most jelenleg van még, vagy mennyi van? Már annyi se, 600, 550 dollárt, ez kisikerüljön fognom. Mert ez kisikerül fognom, hogy irdatlan vásárlásba kezdek. Szevasz, Zeki, szép estét, hello. Figyeljetek, mert mindjárt kapás lesz, tehát esőbe harapnak a halak, ez egészen biztos. Szevasz, Zeki, üdvözöllek nagy szeretettel. Hello. Na nézzük, akkor mindenki tippelt, hogy mekkora lesz a következő hal, mert mindjárt kapás lesz, figyeljetek. Most megvárat a játék, szerintem ez egy nagyobb hal lesz. Gyanítom. Na majd meglátjuk. De most valaminek jönnie kell. Tehát most lesz majd kapás 3-4 másodperc múlva.
kapjad már be a kukacomat. Nem akarja a kukacomat. Hopp! Na de hát... Nem olyan nagy. Nem olyan nagy. Ez nem olyan nagy. Maximum egy ilyen fél kiló. Fél kiló kb. Azt mondom, igen. Tehát 520 grammot mondott valaki? 520 grammot nem mondott senki, ugye? Nem mondott senki 520-at. Nem mondott senki. Pedig mondhattatok volna 520 grammot. Hol a fenébe vannak a nagyok? Ott arra, mi? Ott lebzselnek a kis dögök. Jó, akkor feléjük dobunk. Biztos a miziher. Kapi Zoli, közel volt? Aha, közel volt. Jó, és már érkeznek az új tippek, hogyha látom, illetve ha jól látom. Most már azért mondanak kisebbeket is. Igen, igen. Nézd, Yeti is tippel. Meg mindenki is. Figyeljetek, meglátjuk. Meglátjuk minden esetre. Tényleg, aki eltalálja gramra pontosan, már csattan is ott a subgift. Ez egészen biztos. Már csattan is. Gram. Sasa, biztos, hogy ilyen pici halat fogok fogni? Gramra pontosan kell megadni. Ez tulajdonképpen ilyen lottó jellegű. Vicces a tippelgetés. Azt mondja, súly. Na figyeljetek, mert ez most lehet, hogy nagy lesz. Sőt, az is lehet, hogy nem lesz hozzá elegendő a szakító szilárdsága a damilomnak. Fogott valaki egy szép két kilósat itt, ahogy látom a logból. Na, mi van? Most nem mennek rá a halacskák? Az előzőre? Hát tudom. Aha. Ez nem kicsi. Nem kicsi, nem olyan rettetesen nagy, de nem kicsi. Egy olyan pár kilós lehet. Egy olyan, hát olyan kettő. 2-3 kilós. Igen, bizony. Bizony. Na nézzük azt, hogy a 2870-et mondott-e valaki. 2870-et. Mondott valaki 2870-et? Ha igen, akkor jelentkezzen. 2870-et. Nem mondott senki, mi? Nem tudjátok eltalálni. Valamiért. Na de majd ne aggódjatok. Egyszer biztos, hogy lesz valaki. 2,7 kg volt a legközelebbi tipp. Nem volt. Hát pedig lehetett volna. Hát bizony, higgyétek el, hogy ki fogom osztani azt a subgiftet, amennyiben valaki tényleg. És akkor ezek már újak. Igen, a nem volt után már látom, onnan indulnak a tippek. Mindenképpen el kéne írni, most már félúton vagyunk az 1000-nél, tehát 1500 környékén vagyunk, már csak 500 dodó, és ha megvan az 500 dodó, akkor viszont szanasz éjjel fogjuk vásárolni magunkat. Tehát fogunk venni, tehát állokkoljuk az egyik pályát, az biztos, fogunk venni bottartót, hogy tudjunk pontyozni szépen okosan, meg egy kapásjelzőt, egy ilyen elektromos víjogósat, az a biztos. És akkor nem kell nézni az úszót, meg mit tudom, én elkezd csipogni, aztán benyesünk neki. Hát, ez nem húz annyira, nem lesz nagy, ellenbe kicsi. Igen, ez egy kisebb, de nem ilyen 7 dolláros hal lesz, ne aggódjatok. Ez 13 dollár, pont a duplája. Tehát 800-at tippelte valaki. 800-at. 750-nel Ógabi nagyon közel van, és Jani G is, ha jól látom. Igen. De nem sikerült senkinek megint. Pedig Ógabi nagyon közel volt. Iszonyatosan közel volt. Ott vannak messze a nagy halak. Azokat kéne ott eltalálni. Nem tudom, hogy most túl távol van-e, vagy túl közel van-e.
Nem tudom, ha már az előző, első tippelésnél olyan közel voltam, toltam egy szobot. Twitch meg nem enged üzenetet írni belé, és még csak nem is értesít. Mi tényleg adom abba? Figyelj, én nem tudom, hogy mi lehet minden esetre, nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen nagyon a támogatást, és hát üdvözlünk téged nagy szeretettel ismét. Te nagyon közel tippelő, adom abba. Nagyon szépen köszönöm, akkor ez az alerta tiéd lesz, jó? Úgyhogy adom abának nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszi, buktázzátok meg szeressétek meg. Most én félre nyomtam egy kicsit, de ez igazából ne gátoljon meg senkit abba, hogy feldolgozza a látottakat, írottakat és hallottakat. Foci Csaszi, köszi szépen a követés, és Mademex, neked is köszi, Mr. Stankó, nagyon szépen köszönöm, és kapásom van, nézd meg közben. Jaj, szép, ez egy szép jószág lesz. Ez már kristálytisztán látszik, hogy ez egy igazán szép jószág lesz. Illetve az is lehet, hogy... Na, és mégiscsak megjött. Adom abba. Hát mégse lett olyan írdatlan szép. Figyeljetek, én szerintem váltok helyet. Jó? Váltok helyet. Én most fogom magam a kis sónakommal, elhúzok innen a bánatba. És visszamegyek a partra. Az lesz a biztos. Hát ha besikerül ugye állni a helyemre. Hű, srácok. De én nem akarok innen. Na, azaz, oké. Megmutatom a tuti helyet. Nem feltétlenül van szükségünk nagy csónakra, hanem fogjuk magukat, oda a stégnek a végébe kimegyünk, és ott jönnek a nagy halak. Legalábbis a tapasztalat ezt mutatja. Van még négy, azaz négy darab piócánk. És akkor most innentől kezdve mehet a tippelés. Hogy mekkora lesz a nagy büdös hal. Azaz. Na most a tuti. Hát itt szoktak jönni a nagyok. Na, áramlanak a tippek. Merjetek nagyot mondani, tehát lehet, hogy lesz ebből egy 15 kilós állat, amúgy. Elképzelhető, nem biztos, de elképzelhető. Merjetek nagyot gondolni. Merjetek iszonyatosan nagyot gondolni. Hopp! Hát mondjuk ez lehet, hogy mégse lesz olyan böszme nagy, de valamekkora azért lesz. Nem küzd olyan erőteljesen, amúgy. Nem küzd olyan rettetesen erőteljesen. Nézzük, 2410-et írte valaki. 2410-et. Aki igen, az jelentkezzen. És már ostromoljuk a $1600. Ott van egy nagy gigász. Azt ott mindenképpen, azt meg kell fogjuk, az biztos, hogy jó lesz. És eltaláltad, csak nem írtad be? Ha? Na persze, hát persze. Persze. Persze, hogy nem. Igen. Ilyesmire nem adunk, ó, Gabi. Tehát itt kell, hogy legyen valamiféle fajta empirikus adat, hogy te megtippelted helyesen. Azért nem tudom, tehát azért egy lottó ötössel felér ez a történet. Legyen az a tét, hogyha eltalálom, akkor enyém a hal valós pénzbeli értéke. Na, itt nem lesz számízi online szerencsejátékozás. No, azért ne túlozzuk. Nagyon szép, ezt fárasztani kell. Figyeljetek, fixen szákolni kell, tehát ez bizony mondom néktek, egy böszme nagy dög lesz. Ilyenkor már nem ér tippelni, csak mondom. De ez egy böszme nagy dög lesz, ez egészen bizonyos. Vigyázni kell, óvatosan húzni, hogy erre szakítsa a zsinór, mert nem nagyon akar jönni. Nem nagyon akar jönni, mert küzd. Van benne küzdő szelven, és élni vágyás, de... Jaj, ez nagy, srácok. Ez nagy. Ez biztos, hogy nagy. Ez fixen meg kell szákolni.
Hüha. Hüha. Ott van, nézd meg, 200 dolláros hal. Haha! Na, hát tessék. 13.450-et kimondott. 13.450-et. Van ilyen, aki 13.000... Hát, Hunter nagyon közel van hozzá. Sőt, Sasa is nagyon közel van hozzá, de nem. Sasa nagyon közel volt hozzá. Igen, igen, Sasa nagyon, majdnem sikerült neki. Majdnem sikerült neki. Most ezt 200-ért eladjuk, és már ott vagyunk, hogy 1750. Hamarosan megtellik. Megtellik a pénzes csuprunk, és akkor el tudjuk követni ezt az irdatlan vásárlást. Most azért én még egyszer körbenézek, mert olyan iszonytatóan nagy halat nem láttam. De most majd mindjárt fogok, csak még egy Hunter Vision-ös variációt meg kell ereszteni. Nem tudom, hogy ezt lehet upgrade-elni ezt a képességet, de nem lenne rossz. Ott a nagy böszme hal. Ott a nagy böszme hal. Jani G, köszönöm szépen a 4. hónapot. Meguntam a tippelgetést. Nagyon szépen köszönöm. Köszi a támogatást, uram, és Isten hozott téged itt a Jászladaméri Tőkésréce Hangutánzó Fakultáció kijelzett tagozatán. Köszönöm szépen nagyon. Köszi. Hát egy újabb eminens tanuló, aki 4 hónapja eminens tanuló. Úgyhogy mehet a banánozás, buktázás és ami szemszájnak ingere. Köszönöm szépen nagyon. Na srácok, jöhetnek az új tippek. Megpróbálok még egy ilyen hatalmasat fogni, mert az azt jelenti, ott van, nézd meg, a nagy fehér vadász. Ráhúzom. Hát harapja meg. Hát ott van mellett, tehát nehogy már ne egye be. Most nem tudom, ilyenkor például érdemes ráhúzni a nagy halra? Érdemes ráhúzni a nagy halra a csalit? Vagy megijedt tőle? Híresen ijedősek amúgy. Hopp! Szép darab. Ez megint egy szép darab lesz. Legalább egy olyan, hát mit a 80 dollár biztosan lesz, de szerintem még talán annál is több. Hopp, szákolás lesz. Nem kell. 80 dollár, az se rossz. Oké. Srácok, 170 dollár környékén kell teljesíteni. Azaz, ott lesz a tuti, mert ott láttuk a nagy halat. Kapja be. Így van, Sasa, kapja be. Ezt kívánjuk itt mindannyian, mint a 344-en, ezt akarjuk, hogy kapja be! Végre kapja be! Na most kapaszkodjatok. Lehet, hogy ezzel a következő fogással meg lesz mindenünk, ami kell a következő pályához. Tehát, hogy tudjunk bitangyó pontyozásokat előadni. És akkor megnézzük a horgászat egyik új módját. Egy feeder bottal természetesen. Jöhetnek a tippek, hogy mekkora lesz a következő hal gramra pontosan. Sikerült már megoldani a féderezést, hogy jobban lehessen látni, hogy mikor van kapás. Meg lehet majd oldani, ez is egy szép fogás. Nem olyan hatalmas, de azért ez is valami. Nem sikerült még megoldani, de most már tudjuk, hogy miért. Nem kimondottan nagy. Na mindegy, nem baj, ez is egy hal. Most viszont csalit kellene vennünk. Jó, mennyit vegyünk? Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 15, 10. Vegyünk egy 10-et egyelőre, jó? Vegyünk egy 10-et. És... Azért 10-et, mert az is elképzelhető ám, hogy a következő pályán, amire majd rámegyünk, nem piócával kell gurítani, hanem valami teljesen mással, és hogyha mással kell, akkor viszont másik csalit is kell vennünk. Úgyhogy jöhetnek... Elmegy a hal? Nem megy el az sehova. Sört, nadált vagy piócát? Sotuska, ezt szevasz, köszöntünk nagy szeretettel. Figyelj, nálatok a sör az megvan, ebbe egészen biztos vagyok, itt ott volt. Piócám van, nadály az nincsen, viszont határozottan jól vagyunk. Sörhast fogtál? Istenem atyám. A pióca, igen, itt a pióca a nyerő, ez egyértelmű. Tehát ez egészen biztos, mert minden is harap rá. Minden is.
C-gomba kamera váltás. Wow! Gyerek! Köszi! Hát ezt fene se gondolta volna, hát ráment a nagy hal. Hát nem annyira nagy. De jó, hogy ezt mondtad. De jó, hogy ezt mondtad, köszi, és akkor tudjuk nézni a csalit a vízben. Ez de baba. Ez de rohadtul baba. $200 kell összeszedni valahogyan. Ott a nagy állat. Rá is kell menni, kész, nincs mese. Oda csapjuk elé. Orra nézd, ott megy le a pióca. A tengerfenékre, nézd meg. Jó, de jó, de jó. És lehet látni, nézd meg a kukacomat. Hát mondjuk ez pióca, de hogyha éppen kukaccal megyek, ha éppen bevettem a kukacomat, akkor akár azt is nézhetitek. De jó, és akkor itt a víz alatt, ugye? Itt a víz alatt, ugye? Itt csak magunk vagyunk. Nem kell... Oda nézz, ott van! Ott van, ott van! Ez egy csíkos! Ez egy csíkos! Nézd meg, és ott fogja meg! Nézd meg, már küzd, de jönni fog az, kicsit ráhúzunk, úgy, ajjajaj, el akarja tépni, mert nagy benne az élet ösztön. Ott jön, nézd meg, mindjárt kinn van, és ott kinn is van, nagyszerű. Oké, okay. 130 dodó, és megvan a cél. Húna azt a kicsit. Nézd meg, és le van modellezve a tengerfenék. Hát beszarok, ez de jó. De jó. Mi újság van, Fabalu, szevasz. Hello, hello. Most éppen tippelnek a srácok, hogy mekkora halat fogok fogni, és aki eltalálja, a subgive-ben részesül. Most éppen ez a közös játék. Gramra pontosan kell eltalálni. Tehát azért nem egy egyszerű feladat, tegyük fel. Hozzáteszem. De jó, nézd meg, és akkor lehet nézni ott a csaliman. És ez nagyon jó, ez a nézet. Oda ez is már jön is rá. Be fogja harapni. Már tetszik neki, látom a szemén, nézd meg. Ó, harapja legyen meg! Megvan! Szép jó szág ez is, nézd meg már, hogy jön. Azaz. Még egy ilyen fogás, és akkor megvan a cél. Jaj, de baba! Annyi csodálatos dolgot fogok venni. Annyi csodálatos dolgot, hogy... Nem hiszitek el. Jó. Szeretem nézni a piócámat, ahogy így szépen leül a víz fenekére, hogy rámennek-e, vagy nem. Jaj. De jó! Igen, ez nagyon jó. Ugye? Detroit az elbújhat, igen, ez interaktív horgászatot folytatunk. Interaktív horgászatot. Na mekkora lesz a hal? Srácok, ha valaki eltalálta, üvöltsön ám, hogyha gramra pontosan valaki eltalálta, mert megy a subgift. Na? Ott megy a nagy fehér vadász. Harapjad be? Hogy? Igen, ez küzd. Nézd meg, és ott jön, meg is van. Srácok, szerintem megvan a $2000 cél. Megvan a $2000 cél, ez úgy kb. Valószínű. És meg is van! Na figyeljetek, kapaszkodjatok! Mire van szükségünk, ugye? Szükségünk van... Rodpodra. Na most melyik rodpodot vegyük? Hát mivel... jó, hogy ez $800! Az anyja... Minden itt. Aha. Jó, srácok, akkor még egy $300 azért hozzá csattintunk, jó? 300-at, 400-at. Most, hogy itt tudjuk, hogy kell az igazán nagy halakat megfogni, szerintem ez mehet. Szépen leül az aljára a kis csalink. Úgy.
Oké. Nem találta az előzőt se senki? Nem találtátok el? Lehet tudni, melyik gomb hozza elő ezt a nézetet? C betű. A C betű. De annyira jók a hangok ilyenkor, hogy alatta vagyunk a víznek, és hú-hú, meg minden. Nagyon, nagyon komoly amúgy. Na? Aj, ne. Te ne egyed ezt meg! Te nem eheted ezt meg! Mi vagy te? Mi az? Te ne edd meg! Te nem eheted ezt meg! Kár beléd! Kár beléd a kukac. Nem adjuk oda neki. Ezt nem adjuk oda neki. Hát most gondolj bele, érted? 7 dollárért vesszük a piócát, és akkor kifogunk vele egy 6 dolláros halat. Hát hol van itt a biznisz? Ebbe semmi biznisz nincsen, de most ha 7 dolláros csalival, ha 7 dolláros csalival megfogjuk a 150 dolláros halat, na az valami. Az bizony mondom néktek valami. Hoppa! Hát ez beharapta. Ja, jó van, akkor kifoglak, tessék. Na gyere, öcsém. Örülj neki, hogy kifogtalak. Jó, nézzük meg, hol lakik a nagyhal. Régi horgász közmozdás, mikor a nap vörösben áldozik, az idő vagy marad, vagy változik. Az lehet. Mondjuk lehet, hogy eltalálta volna, igen, aki kicsit tippelt. Volt olyan, aki közel volt a tippeléshez? Nagyon? Na mindjárt ennél most megnézzük, hogy ki lesz a szerencsés. Nincsen 1770-es? Nincsen. Nincsen a fene egye meg. A nagy kár, nagy kár. Mindenki nagyot mondott? Ja, mert azt gondoltátok mi? Azt gondoltátok, hogy majd csak a nagynak vágok be. Jaj, ezt meg már ki akarja fogni. Jaj, Istenem, atyám. Hogy hány gram lesz a hal? Azt tippelitek. Azt tippelitek, hogy hány grammos lesz a hal. Most még 400-500 dodót össze kéne szednem, és akkor tényleg minden is megvan. Jó. Oké. Hát nem látok sehol nagy halat. Jó, keressünk valami más helyet, jó? Keressünk valami más helyet, mert itt szerintem a nagy vadakat, azokat már lehet, hogy levadáztuk. Hát, ez itt nem adja annyira. Nézzük meg akkor, hogy kb. Innen. Vagy menjünk be hajóval megint? Hát, kimegyünk oda a stégre. Az lesz a biztos. Innen a hajó mellől. Ó! Tejjel mézzel folyó Kánaán. Na, akkor ez mekkora lesz. Nézzük. És már érkeznek is a tippek. Nem lehet ilyenkor forgatni a kamerát, vagy valami, hogy körbenézel, vagy ez csak így ennyi, aztán nem lehet körbeforgatni a kamerát, hogy lehessen látni, hogy melyik szögből jön a hal. De figyeljetek, amúgy szeretném mondani, ha esetleg véletlenül szubtalálná el, hogy hány grammos lesz a hal, akkor azt átruházhatja majd egy nem szubra, jó? Azt a subgiftet, jó? Csak mondom. Az jó lehet ott. Hát, nem olyan nagyon nagy ez. Nem olyan nagyon nagy ez, de valamennyi. Valamekkora. Most már ne tippeljetek ilyenkor, amikor meglátjátok a halakat, innentől kezdve már nem ér. A kiváló ötlet után már nem ér. Na. Oké, 560. 560-at tippelte valaki. 560-at. HD Channel, közel van hozzá. Hopika is közel van hozzá némileg. De nem. 560-at nem látok sehol. 640 Mumutól.
Bár az még lehet, hogy az előző fogásra volt. Na nézzük akkor, valami nagyobb halat kellene most itt magunkévá tenni. Már hogy a szó olyan értelmében, hogy ott van hátul egy szép nagy. Az kell, hogy a miénk legyen. Ott. Látjátok? Szépen ráment erre az akadóra. Ez jó lehet. Amikor meglátjátok a halat, onnantól kezdve már nem ér. Tehát csalni ne csaljatok. Az nem szabad. Itt fürdik mellettünk a hal. Hogy állunk? Azt mondja, hogy 280-at kellene összegyűjteni. $280. Igazából egy fogással is meg lehet, hogyha nagyon ügyesek vagyunk. De hát azért az azért ritka. Ebbe a tóba meg aztán pláne. Na jönne a hal. Nem jön. Ne! Ez már megint egy ilyen naphalszerű, nem? Vagy valami hasonló. Nézzek, hogy rángatja szegény. Jó, most fogom magam is, visszamegyek az eredeti helyre, mert ezek ilyen kis nyüzüge jószágok. Mekkora volt? Jó, nem láttam, srácok, mekkora volt. Hát, ha esetleg valaki eltalálta. 310 volt? 310 volt. Aha. Volt 310-es megfejtésünk? 630 volt. Na most ne, most akkor melyik? Leszettem a paradicsomot, addig volt a teli találat. Hát figyelj, nem volt sajnos, de most már jöhetnek a következő tippek. Hát, ha esetleg valakinek becsúszik az a subgift. Szevasz, portyázó! Hát jó estét kívánok az úrnak, hello! Na, ott már jön is rá, nézd meg! Nehogy megegyed! Kicsike vagy te vége ez a horokhoz. Nézd, és fogja magát, elúszik mellett a hal. Elúszik mellette, kész, ennyi kész. Mihez meglátjuk a halat, onnantól kezdve már nem tippelünk. Végtelen tippelési lehetőséged? Hű, az egy szép tipp. Az egy szép tipp, portyázó. Egy 15 kilós halat megfogni, most ha volt már ilyen, 300 valahány dodót fizettek érte, de hát ez nem lesz olyan nagy, ebbe biztos lehetsz. Ez nem lesz olyan nagy. De Opti, tehát amikor már meglátod a halat, akkor ne tippeljünk, mert most eltaláltad volna, csak hát az a baj, hogy a tipp az rosszkor jött. Tehát amikor már a hal ráharap, akkor már nem tippelünk. Az túlzás. Ott a böszme nagy állat. És konkrétan beletesszük a szájába a csalit, nézd meg. A szájába tettem bele. Na most jöhetnek a tippek. Igen. Bal felül előbb bírja-e? Hát azt nem tudom. De mindjárt megnézhetjük. Tegnap majdnem megvettem, de inkább megvárom a második részt. Portyázó, nem tudom, hogy pontosan mikor jön a második rész, csak annyit tudok, hogy Steamen is ki van írva, hogy coming soon. És ennyi. Kész. Tehát így ennyit tudunk, meg a nevünket. Tehát így körülbelül ennyi, de hát egyetlen egyszer lehet tippelni, de ezt a moderátorok ellenőrzik, ha esetleg valaki nyer, hogy hányszor tippelt az illető. Hát ez megeszi. Hát ez megeszi. Hát itt nagyon nehezen fog összejönni ez a pár száz dollár. Jó, mondjuk azért a jóra várni kell, ezt tudjátok, hogy van. A jóra várni kell. A szép nagy fogásra várni kell. Jó, hát ez is $17, hát ez így nem egy gazdaságos horgászat, bárhogy is néz. Appa. Mindig rosszat akarok nyomni. Na nézzük. Oké. Hol laknak a nagy halak?
Hát akkor oda vágjuk be. Oda viszont bevágjuk. Nem írja ki oldalt? Oké, 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 oké. Ezzel is legalább el lehet kerülni a félreértéseket, hogy most akkor mennyi volt, meg hogyan volt, meg... Figyelj, Bence, megmondom őszintén, 1000 grammos halat még nem fogtam. Tehát azért mindig valami több különálló számból álló számsor volt. Tehát ilyen, hogy 1000 grammos hal, hát ilyennel nem nagyon találkoztam még, megmondom őszintén. Hogy pont 1 kiló lett volna. Ja, most az lesz. Oké. Akkor most az lesz. Hát ennyi, kész. Rálátással megtudtam. Hoppá, a delfoi jós. Ez mi a szar? Ez milyen várjál valami állat? Te figyelj, ezt jól látom, hogy úgy dobtam be, hogy... Elszakadt a zsinórom. Gyerekek, hát elszakadt a zsinórom. Az még csak hagyja, hogy elszakadt a zsinórom, de még a piócám sincsen meg. Huha. Ez így nem jó. A nagy fehér vadász. A nagy fehér vadász ott van, nézd meg. Oda néz, hát rádobtam. Konkrétan rádobtam majdnem, hogy. Majdnem, hogy rádobtam. Ott volt a nagy fehér vadász. Ott volt a nagy fehér vadász. Hát erre rá kell, hogy menjen az a böszme nagy hal. Erre rá kell, hogy menjen. Olyan nincsen, hogy nem. Most merjetek nagyot tippelni, mert hogyha azt ott kifogom, akkor itt izé, legalább egy 200 dolláros halacska lesz. Az a minimum. Most jöhetne azért már valami nagy, mert itt most kisebbek jöttek. Cápa lesz, az bizony. Majd a Bajkál-tónál, az mi az? Ó. Hát, na. Lehet, hogy Bencének lesz igaza az 1 kilóssal amúgy. Hát ilyen naphal jellegű, nem? Tehát ilyen lapos... lapos hal. Amúgy igen, tehát egy áramvonalas, igen. Hát nem Bence, nem. Bence nem talált az 1 kilós. Szakszó, köszönöm szépen 19. hónapot. Üdvözlet a kukacomat, azért ma nem lógatom be, ha nem probléma. Nem, majd én belógatom helyetted, ne aggódjál. Van-e esetleg 310-es tipp? 310-es tippje van-e valakinek? Jelentkezzen, ha igen. Aki meg tudta tippelni azt, hogy vajon hány kilós a hal. Ezt oda rakjuk elé. Hát most mi történhet, érted? Hát ott van a nagy hal, rá is húzom. Rá is húzom. Nézd meg, ott van, nézd meg. Óha. Rá kell, hogy menjen. Tuti fix, hogy rá fog menni. Hát közel raktuk hozzá, tehát rá kell, hogy menjen. Lehet, hogy megváratja magát, mert hát mégiscsak egy nagyobb hal, érted? Hát ez azért, hogy na. Nem jön csak úgy akárhogy. Lehet, hogy ki kell fárasztani, meg megszákolni, meg minden. Most már úgy egész gyakorlottan szákolok. Azt kell, hogy mondjam. Hát érkeznek a tippek elég szépen, de ez most egy nagyobb jószág lesz. Erre készüljet. Erre készüljetek, hogy ez egy nagyobb jószág lesz. Jó, nem akarta az igazat. Nem akarta az igazat, még lehet tippelni természetesen. Jó, az pont jó helyen van. Az ott pont jó helyen van. Lehet, hogy nem kéne nézni azt a halat, hanem csak így... Most mi történik? Lehet, hogy nem kellene nézni a csalit. Lehet, hogy nem kellene nézni a csalit, mert akkor nagyobbak jönnek. Bár mondjuk ez lehet, hogy csak ilyen babonás hülyeség, nem? Csalásóvást? Ja, Henkelboy, figyelj, jó, oké. Akkor nem fogom nézni azt, hogy mekkora a hal. Nem fogom nézni, vagy ha nézem is, akkor mindenképpen kifogom azt, amelyik rárepül. Jó? Legyen akkor így. Ezt mondjuk jó, hogy mondod, mert nehogy itt szó írja a ház elejét, hogy én itt, mit tudom én, manipulálom az eredményeket. Hát ez egy nagyobb lesz. Ez egy nagyobb lesz. Ez legalább egy ilyen 80 dolláros hal lesz. Ez ugye minimum.
Hát a csalinak az ára meg, hát jó, 56. De megint egy ilyen csíkos. 3570. 3570-es tippünk van-e? Írte valaki, aki igen, az jelentkezzen, és akkor visszanézzük. Jó. 350 dollárt kellene összeszedni. Ott vannak a nagyok. Hű, lehet, hogy távoli egy kicsikét, igen. Hát ráhúzom a halra, érted? Itt van mellettem, basszus. Edd már meg! Nézzek, elmegy a csali elől. Hát elmegy a csali elől, még egy dobást megeresztünk. Még egy dobást megeresztünk, be ez a rohadt hal elmegy a csali elől. Hogy hány gram lesz a hal, Shady Blady? Ne, hát nem akarja bekapni. Hát van ez így. Nem akarja, akkor nem akarja. Most nézd meg, az is elmegy előle. Hát a gyermekeim az úrba, hát ez így most hol jó? Hát nem jó. Jó, a tippek innentől kezdve már élnek, tehát azért az oké, tehát ez nem kell újra tippelni ilyenkor. Egyelőre most meg kell nézni a hallátóval, hogy ott a nagy állat! És sikerül mellé dobni. Nagyon jó, nagyon jó. Az, higgyétek el, hogy az jó lesz. 0 grammot tippeltem. Igen. Exotix, köszönöm szépen nagyon a követést, és Gobli Harcos, neked is köszönöm szépen, köszi még egyszer mindenkinek. Na mehetnek akkor a tippek, meg pöröghetnek tovább, aki még esetleg nem tippelt. Ez most nagy fogás lesz. Ezt most meg tudom ígérni nektek, hogy ez biztos, hogy egy nagy fogás lesz. Kicsit lehet, hogy várni kell rá, de nagy fogás lesz az egészen bizonyos. Érzem. Tehát a jó horgász az megérzi. Megérzi, hogy mikor támad a nagyhal. És most jelenleg ez a harci helyzet. A támadó nagyhalak korát éljük. Látod? Mondtam, hát... Hát valamekkora lesz. Nem mondom, hogy iszonytató nagy állattal van dolgunk, de valamekkora, igen. Hát egy 510-et valaki esetleg tippelt. 510 tippelt valaki, mert én nem tudom, hogy miért nem a nagyot sikerült kifogni. Olyan van, hogy fixen 2400-at tippelek előre, mindre, és egyszer bejön? Hát mondhatnánk, hogy igen, de nem. De nem. Nem volt 510-es? Hát egyszer már nyerjen már valaki, de tényleg. Mindegy a súlya, de tudja, hogy két szeme lesz. Én egyszer szeretnék egy nem áramvonalas halat kifogni. Tehát ami, tudjátok, tehát ami így az aerodinamikai szabályoknak, illetve a hidrodinamikai szabályok... Hoppá, nagy állat! Uhoha! Ami ilyen teljesen amorf, érted, és hű, gyerekek, nagy fogás, most már ne tippeljé, de ez viszont nagy lesz. Ez viszont böszme nagy lesz, legalább egy 80 dollár, ez a minimum, amit tippelek, de ez nagyon minimális tipp, ez egy óvatos becslés. Még meg is kell szákolni, nézd meg. Jó, szépen alá teszek. 193 dollár, oda néz. Ez egy nagy csíkos vadász. Jó, 12.930 volt-e? 12.930. Nem volt, mi? Nem volt. Jelentkezzen, ha esetleg volt. Jelentkezzen. De szép. 13 kilós majdnem, hogy. Volt ilyen? Nem volt, ugye? Nem volt. Jelentkezze, ha esetleg volt. Nagyon közel vagyunk a célunkhoz. Jelentem, iszonyatosan közel vagyunk a célunkhoz. Hát dobjuk be ide. Mr. Shutdown, Jézus Máriám! Nagyon szépen köszönöm! Köszi szépen ezt a csürdöngölős subgiftet, amit berecsentettél ide, hát... Úristen!
Ők mind megtippelték, mind helyesen találták el a halakat. Nagyon szépen köszönöm, és hát természetesen, természetesen jár az animáció. Nagyon köszönöm, uram. Hát észveszejtő vagy, észveszejtő vagy. Egy Fittipaldi a Mercedes-szel, és nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen még egyszer, uram. Most lehet, hogy le fogtok maradni a nagy fogásról. Megpróbálok addig nem halat fogni, jó? Egy igazi subgiftátor, Úristen, egy kultúrhéros, hát nyilván, ezt tudjuk, de köszönöm szépen nagyon. Köszi szépen. És ezzel a Subgift Leaderboard első helyére kúszott fel, mint egy hihetetlen képességekkel rendelkező ember. Köszönöm nagyon. Köszi. Gyerekek, most mi történt? Miért nem? Mi volt ez a fekete képernyő? Engem ez zavar. Engem ez zavar, de ezt majd meg fogom nézni, hogy mi történt itt hirtelen. Menjél innen, ne itt horgásszál, büdös paraszt! Ne itt horgásszál! Big Daddy Love You! Hát ezzel a névvel, meg ezt a pláne ne, hát én megyek el innen. Gyerek! Most ide jön a horgászhelyemre ez a paraj. Hát... Gyerekek, hát... Húzzál innen elfele! Menj innen a horgászhelyemről! Menj innen! Menjél ma az... Nem akar elmenni. Hát, megütlek. Gyerekek, miért ilyen pofátlan ez? Azt láttad, hogy milyen jókat fogok itt, mi? Aztán úgy gondoltad, hogy neked is kell a hal. Te paraszt, te. Hát nézd meg, hát rájön a halaimra. Rájön a halaimra. Nem tudom megkukacolni. Odébb akarnám hességet, itt rontja a levegőt. Lehalásza a halaimat. Le fogja halászni a halaimat. Akaszd a nyakába a horgot és dobd el. Nem hülye ötlet amúgy, tényleg. Jogos Bodó. Oké, ez egy kiváló dolog, ezt fogom alkalmazni. De nem lehetne így, tudod, így... Anyáden, hogy húzzál innen ez az én pec a helyem. Hát most nézd meg, a bunkója. Hát ide jön. És már jönnek is a tippek. Véletlenül, igen. Na akkor viszont el lehetne mondani, ó Gabi, hogy na mekkora halat fogtunk. Ott ugrott a nagy állat. Nézd meg, hát fogja magát az idejönni a horgászhelyemre. Ez a purutja. Hát most mondd meg. És nézd meg, szarik rá, itt horgászik. Gyerekek? Hát azért, na. Vágd el a damiját, nem hülyeség ez se. 390-es tip volt-e? 390-es. Ha igen, akkor jelentkezzen. Hát, nézd, itt meg egy másik. Hát jó, tudjátok, itt beállok közétek. Hát Istenem, micsoda purutják. És nézd meg, ott van a nagy halam. Ott a nagy halam. És nem tudok tőle bedobni, nem hiszem-e. Nem tudok bedobni tőle. Mekkora egy purutja már ez? Nem hiszem el. Na, jó van akkor. És nézd meg, nem tudok bedobni tőle normálisan a nagy halnak, mert ott van. Ez elképesztő, egyszerűen elképesztő. Hogy nem szorult ezekbe semmi emberség, hogy ne zavarjuk meg egymást itt a horgászat közepette. Hát nem tudom, hogy lesz-e itt olyan győztesünk, aki kitalálja, hogy hány grammos lesz a hal, de a stégen sűrűn történnek balesetek. Hát persze, mit tudom én, hogy véletlenül beleugranak a csákjába, meg de ilyenek szoktak történni, meg elfelejtenek levegőt venni, hirtelen a víz alá kerülnek, ki tudja miért. Persze. Az jó, az egy szép fogás. Srácok, lehet, hogy megvan a cél. Nem, ez azért annyira nem húz. Annyira nem húz, de nem egy 7 dolláros halhoz van szerencsénk, az is biztos. 37. Oké. Körülbelül egy olyan 100 dollárnyit kellene még összegyűjteni, és akkor rendben is vagyunk. Jó, hát itt egyelőre nem... Elmegy innen, megértette. Na végre valahára, jó van. Jó, nézd, most oda megy, és a másikat fogja idegesíteni.
Régen volt az a hetsz, hogy aki elaludt a bot mellett, kitekerték a szerelékét a part mellé csendben, majd amikor az előkészületek megvoltak, hangos kapással felkiáltás emberük a háta mögött lévő erdőbe indította projektilként a szereléket berántás következtében. Ja, jó, hát ti is szerettétek egymást, igen. Ott a nagy állat! Ott a nagy állat! Arra rámegyünk. Arra mindenképpen. Kicsit túldobtuk talán. De az még jó lehet ott. Az még jó lehet. Na, oké, és már látom, érkeznek a tippek. Ez egy nagyobb jószág lesz, látszik a tippen is. Látszik a tippjeiteken is, hogy ez nem kis jószágra számítotok. Ha sikerül megcsípni, akkor megvan a score, srácok. És akkor meg tudjuk venni a pest a következő tóra. Meg tudjuk venni az elektromos kapásjelzőt és a bot tartót, méghozzá azt a nem is kicsit. Csak mondom. Hát... lehet, hogy egy kisebb ment rá. Pedig rádobtam a nagy halra. A fixer rá lett dobva. Az előbb csak 20 kg hiányzott. Nézzek, 10 dolláros kis izényűzüge. Hát ezt eltalálta valaki? Nem mi. Na nézzük, akkor nézzük meg azt a csalit, jó? A víz alatti kukacunk teljes valójában, ami amúgy egy pióca. Nézzem, most már kezdtek ráérezni, hogy hogyan kell tippelni. Amikor már kisebb halat láttok, akkor a tippek is kisebbek, ahogy látom. És ez milyen jól van így, ugye? Egyre közelebb vagytok ahhoz, hogy eltalálja valamelyikőtök amúgy a helyes grammot és kilót. Na nézzük, hogy melyik halacska vadászik. Ott már érkezik is szemből, egy ilyen naphal jellegű. Úristen, már kifigyelte, nézd meg. Már jön is rá. Jó, hát ezt megfogjuk, jó? Azért fogjuk csak meg, hogy nehogy valaki éljen a gyanúperrel, hogy mondjuk nem akarom, hogy ő nyerjen. Bár mondjuk ilyenkor se tudom én még, hogy hány grammos ez a kis jószág. Jó, srácok, mindjárt megvan a 2500 dollár. Mindjárt megvan. Egy szép nagy fogással kellene amúgy befejezni. Egy szép nagy fogással. Mi van a Twitch-el? Megvan a Twitch? Jól van a Twitch? Jól van. Jó, nálam volt valami. Beindult itt a karamellizáció, ha jól látom. Jaj! Ne, menjél rá, tiéd! Mind! Nézd meg, hát ott hagyja a rohadék, pedig az megehette volna. Annak odaadtam volna. Nem akarta beharapni. Arra ment és megundorodott. Lehet, hogy aznapra már túlette magát. Azt megfogtuk. Ez egy szép jószág lesz. Nem mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon súlyos halacska, de szép. Ez a csíkos típusú. Most már ilyenkor már nincsen tippelés, amikor már horgon van. Na, oda néz. 3030. 3030. Írte be valaki ilyet? Ha igen, akkor jelentkezzen. Jó, egyetlen egy fogás van még. Ott a nagy állat. Hát, vagy legalábbis ilyen nagyobbnak tűnő. Széket lehet-e venni? Én nem láttam amúgy. Széket nem láttam, de a játékra nem feltétlenül jellemző az, hogy elfáradna a lábunk. Tehát ezt azért szeretném elmondani. Nem feltétlenül jellemzőre. Jöhetnek a tippek, hajrá! Ráharapok és lesz 77 kg-os fogásod. Az mondjuk szép, Gabi. Akkor te lennél a nap rekordja. És milyen hal lenni, ha hal lehetnél? Bár tudjuk nagyon jól, hogy egy... nem akarom én mondani, hogy mi vagy. De ne érts félre, hanem a zebrára gondolok. A zebrára gondolok. Na,
Tudom, igen, egy férfi testbe zárt női zebra, zebra lány. Igen, tudjuk. Áruld el, légy szíves, hogy honnan jött neked ez? Tehát légy szíves, mondd meg nekem, hogy mikor döbbentél rá, és hogyan döbbentél rá arra, hogy egy férfi testbe zárt zebra lány vagy. De volt, volt itt már kenyérpirító is amúgy. Tehát valaki kenyér... Nagy. Ez biztos, hogy nagy. Igen, ez húz. Ez húz rendesen. Srácok, a kisikerül fognom, fixen megvan a cél. Júj, ez el akarja vinni. Ez beránt minket. Lehet, hogy utána kell menni kis hajóba, meg kell csákjázni. Na gyerekek, ez egy szép jószág lesz, úgyhogy lehet, hogy még szákolnom is kell. Ide el akar menekülni. Szökik. $106. Na, ezzel a szép fogással. 6900-at valaki esetleg tippelte. 6900-at szerintem volt már ilyen tipp, nem? Vagy nem emlékszem jól? 6900-as tipp nem érkezett? Nem érkezett. Ki volt a legközelebb hozzá? 2x3 horog csúnya dolgokat művel? Az biztos. Na srácok, összegyűlt a lovetta. Na nézzük akkor. Mehet a nagy vásárlás. A nagy bevásárlás. Először is kell nekünk rotpod. Ezt a nagyon szépet néztem ki. Bizonyám, ezt most meg is vesszük. Oké. Amire még szükségünk van, az a kapásjelző, byte indikátor. Ez 225 dodó. Level 8-as szint kell hozzá, és megvan. Nagyon jó. És ami most jön, ami most igazán jó lesz, az az, hogy elmegyünk egy másik pályára. Mert tudunk állokkolni egy következő mapot. Méghozzá ezt a szépet. Hát vagy akár ezt. Melyiket szeretnétek, a bajkátót, vagy ezt, ahol nagyon sok pontyot lehet fogni? Mert pontra még nem horgáztunk, viszont a szerelékünk már meg, inkább legyen ez a pontyos. Jó srácok, itt azért van egy csomó pont. Teli vagyunk pontyokkal. Sok pont, ugye? Szerintem is, a jó sok pont. Na nézzük, milyen ez a map. Kíváncsi vagyok, mert ezt még nem láttam én sem. Pontyozni akartok ti is, mi? Tudom én. Azaz. Nem tudom, ez annyira egyszerű ez a játék, mint a faék, de imádom, komolyan mondom. Nézzük, nem is tölti be, annyi pont van a tóba. Jó. Na gyerekek, ez bizony egy szép hely. Ez bizony egy szép hely. Oda kéne mennünk a stégre. Menjünk oda a stégre. Még van kuka is, nézd meg, hogy a büdös bunkók ne dobják el a szemetüket. Bár mondjuk a büdös bunkók amúgy is eldobják a szemetüket. Na ott van egy ilyen kiálló stég. Na ezt kerestem, na ez lesz itt a gyönyörű. Jóó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  Na kérem, azért ez azért nem semmi. Amit viszont mindenképpen meg kell, hogy nézzünk a halenciklopédiában, hogy a pontyok. Mit esznek a pontyok? Én tudom jól, hogy mit esznek a pontyok. Kukoricát esznek, meg kukacot esznek. De van catfish is, azt hiszem, a tóba. Tükörpontyok. Nézzük, ugye azt mondja, hogy... Aha. Na melyiket eszi meg? Vagy mit? Lárvát. Algát. Aha. Protein. Protein labdácskákkal lehet megfogni. Protein labdácskákkal. Van-e ilyen csali? Ez itt a kérdés. Van-e olyan csali, hogy protein labdácska? Nézzük meg a csalit. Van olyan? Nincs is olyan. Egy kenyérre? Vagy mivel kéne rámenni? Az bojli lenne? Nem tudom. Jön a catfish, carp. Azaz, ezt kell megvenni.
Ezt kell megvenni, bizony. Bizony, bizony. Oké, szerintem ez lesz az. Vagy várjál, de ezek... Igen, tükörponthoz ez kell, bizony. Szereti. $4. Vegyünk belőle, vitt olyan 10-et. Egy 10-et azért, hogy megveszünk belőle. Nézzük akkor, most fogjuk bevetni... Oké, ezt is bevetjük. És akkor, nem tudom, hogy ez a horog, ez pontyozó horog-e. Meglátjuk. Buzadar, a kevés a fehérje tartalma, van, amiben más van. Mi nem jó? Nem jó, mi? Merész! Köszönöm szépen nagyon a második hónapot, és üdvözlünk nagy szeretettel. Szevasz! Szerintem azonnali jelleggel banánozzátok meg Merészt, amennyiben lehetőségetek nyílik rá. Tehát akkor lehet, hogy... De hát ez jó a pontyoknak, tehát ezzel nincsen gond. Használjuk ezt is szerintem. De ezt miért nem lehet? Ja, hogy ott van. Oké. Okay. Hát ez tulajdonképpen jó lehet, nem? Jaj, mi ilyen is van, nézd meg. Jaj, de jó. Várjál, hol van? Ez kéne. Ez kéne rátenni. Lehet, hogy rakunk rá egy kis kukoricát is még. Aha, kukorica is legyen rajta. Ó, de bizony, ezt jöhetnek a pontyok. Na most arra leszek kíváncsi, hogyha én ezt most bedobom. Tegyük fel. Ó, gyerekek, hát ott vannak. Ott vannak a halak. Ott vannak. Akkor miért nem rakja rá a rotpodra? Etetőkosaram, de van etetőkosaram. Azt is rakjak rá, vagy mi legyen? Na most már pontra vadászunk ám, nem mindegy. Ez már azért valami. Miért nem le... Ja, hogy szedjem le az úszót. Aha. És le kell szedni az úszót. Jó, most már ha bedobtam a csalit, akkor ezt már megpróbálom így megfogni. És ott van, nézd meg. Jó, de rá fog venni. Az mi az ott az akármi a vízbe, amit ott szörp... Jön az állat! Ez egy nagyobb keszeg szerintem, ha minden igaz. Igen, ez egy keszeg. Hű, mennyit kapunk egy ilyen keszegért? De nevér keszeg. Az. Nagyon viszi. Gyerekek, istentelen jó ez a játék, de komolyan mondom. Hát, $20. Csalit behozta. Na, te azt mondjátok, hogy szedjem le az úszót, és akkor ott van ez, ugye? Ez így most akkor jó? Azt mondjátok? Hát de nem jó. Ja, mert nincsen rajta. Ja. Várjál. De ezt miért nem lehet equippelni? Na. Mi, lerágta a ponty? Vagy most micsoda? Vagy... Valami nem stimmel, srácok. Tehát valami nem stimmel. Most ilyenkor mi van? Ja, hogy vedd le a csalikat. De miért? Ja, hogy azért, mert hogy lehet, hogy azért nem engedte. De nem engedi equippelni. Milyen okból kifolyólag szeretném megkérdezni? Ja, mert... De miért nincsen rajta? Valami nem kóser, srácok. Itt valami nincsen rendben. Fenekezőre kellene váltanom? Nem probléma. Az egyáltalán nem probléma. Oké, az ott megvan. Itt van ez. Equip. Nagyszerű. Ezt meg kell tölteni valamivel. Legyen vaníliás, azt nagyon szeretik. Azt nagyon szeretik amúgy a pontyok. Úr drága. Úr, nagyon drága. Ez a vaníliás, ez kevésbé. Ebből vegyünk azért, itt egy párat. És akkor ezt be lehet rakni oda.
és már aktív is a rotpodom. Ennyi, de nincsen horog. Tehát, hogy így nem is nagyon értem, hogy mi a vár. Ja, hogy most lehet equippelni. Aha, jó, nagyszerű. És a csali, az a következő lesz. Meg egy kis kukorica. Ennyi. És akkor azt mondjátok, hogy ez így baba? És akkor a rotpod már aktív is. Igen, aktívnak tűnik. Na nézzük akkor, hol laknak a nagy halak? Itt van mellettem egy egész nagy. Ja, kapásjelző. A kapásjelzőt azt viszont föl kéne rakni. Az igaz, de jó, hogy mondjátok. Aha, úgy, oké. És akkor ez így most rendben is van, ugye? Mi a baj az ólommal? Mi ólom? Ólom is kellene rá? Hát mit tudom én, hogy most erre kell-e vagy sem. Szerintetek? Nem kell rárakni. Nem kell. Ott van egy nagy, nézd meg. Kicsit elédobtunk, de pont arra megy. De miért nem rakja rá a rotpodra? Ez itt a kérdés. Miért nem rakja rá a rotpodra? Zsinórom az szerintem jó hozzá, tehát annak jónak kell lennie. Ja, hogy kell egy gomb, amivel meg lehet nézni. Várj, nézzük meg gyorsan. Rotpod. Aha, a setup O-val, P-vel, aha. Ja, értem. Hát akkor lehet, hogy ezt előbb kellett volna, nem? Ja, valószínűleg ezt előbb kellett volna. Jó, nem baj, mindegy, akkor ezt megpróbáljuk így. Most nem vagyok benne biztos, hogy... Tehát ilyenkor nem lehet megnézni a csalit. Valamiért nem engedi ilyenkor a csalit megnézni. Jó, szerintem én ezt kihúzom, az a biztos. Ja, hogy csak a parton lehet használni, hogy kimentünk a stégre, az a problémája? Fenekezőnél lemegy, tehát magyarul teljesen feleslegesen vettem? Ha ne hülyéskedjünk már. Hát valami 800 dollár volt, hát ez drámai. Várjál, megpróbáljuk innen. Na ennyi, kész, tessék, ott van. Haha! És már le is raktuk. Oké. Nézzük meg, hogy rendben vannak-e a dolgok. Rendben vannak a dolgok. Oké. Hát, Misztik, én biztos vagyok benne, hogy lehet, csak még egyelőre ki kell... Ó, mekkora! Oké, és működik. És most csipognia kell elvileg a kapásjelzőnek. Csipognia kell a kapásjelzőnek, hogyha beharapja valamelyik. Gyerekek, fejlődünk, mint az állat. Azért ez így bitang, nem? És akár 3 botot is kirakhatnánk, hogyha éppen ahhoz volna kedvünk. És tudod, hogy kapkodhatnánk két egyben, és hirtelen, hogy melyiket izé kapjuk fel. Azért ez így beteg. Legalábbis az előzőekhez képest. De már mehetnek is a tippek, hogy hány grammos lesz az a hal. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hangja lesz a kapásjelzőnek. Szevasz Joker, hello, nézd meg mekkorát fejlődtünk. Most már pontyozunk, basszus. Istenem, de komoly. Gyerekek, ez nekem nagyon tetszik. Én tudom, hogy vannak, akik unják ezt a játékot, de ez nekem annyira bejön, mint az... Baszd meg! Ma bocsánat. Ráharapott.
Ráharapott. Nem nagy. Nem nagy. Nem nagy, de fogás. Az első rotpodos, etetőkosaras, pontyozós, szerelékes fogásunk. Nem tudom, hogy mennyit ér, majd meglátjuk. De szerintem ez ilyen, inkább ilyen kisebb, igen. Sajnos. Aha. Fűpont. Hát milyen az a fűpont? 2 kilogrammos fűpont. No, a little bit in feeder. Aha. Tehát ilyenkor azért, ilyenkor azért pótolni kell, igen, igen. De most mit kell pótolni? Mi a bajod? Most mi a baja ennek? Hogy most mi nem jó? Vagy ha-hó, hát itt elvileg jónak kéne lennie minden. Jaj, megtöltötte már, oké. Ott megy a nagy hal, nézd meg, hát belógatom a szájába. Hát itt vagyok mellette, nézd, csak bele kéne lógatni a szájába, ennyit kéne csinálni. Oké. Ezt viszonylag közel dobtuk, de valami majd lesz. Mert ott láttuk a büdös nagy halat, úgyhogy arra megyünk most éppen. Nem találtátok el az előzőt? Üvöltsetek ám, hogyha valaki eltalálta, gramra pontosan. Amelyik hal fürdik, fent van a vízen, ugrik, az nem eszik. Na. Jó van akkor. Az nem baj. Az nem baj, de attól függetlenül a helyzet az, hogy most egy nagyon nagy állatra megyünk. Egy nagyon nagy állatra. Mert itt láttam, itt grasszált, érted, így ment, meg körözött, meg cikázott ez a hatalmas jószágot. Tehát azt kéne kifogni. Az egy gyönyörű szép fogás lenne. Na szóval ott tartottam, hogy én tudom, hogy érdekes ez a játék, de én egyszerűen imádom. Tehát azért ez, és hogy milyen jó benne a progressz, és mennyire örülsz annak, amikor veszel valami nagyon érdekes új eszközt. Ó, fene egye meg. Ez csak ilyen kicsi ló pikula. Jó, rakott rá. Oké, minden van rajta? Minden is van rajta. Oda mit lehet rakni amúgy? Oda valami nagy valamit? Vagy mi az? Na nézzük azt, mondja, hogy hova kéne rá próbálni. De itt vannak közel a nagy vadak. Mindegy, szerintem csinálunk egy olyat, hogy most jól eldobjuk a fenébe. Úgy, né? Úgy, né? És akkor várjuk a kapást. Több horog is lehet a zsinóron? Te figyelj, Sóri, lehet, hogy nem lenne hülyeség. Vegyünk még horgot, és pakorunk rá. Több csalit nagyobb eséllyel kapnak a halak rá. Nézd, azért ez de patent, nem? Jaj, de jó. Addig innen el nem megyek, amíg egy böszme nagy pontyot nem fogok. És már látom, hogy áramolnak a tippek a cseten a hal gramját illetően. Természetesen, aki most érkezett, annak elmondom, aki gramra pontosan eltalálja, hogy hány kilós halat fogok fogni, azonnal jelleggel röpül a subgift. Ha 3 bot lenne rajta, na az lenne patent. Tudok rárakni még egy botot, az biztos. Mennyi pénzünk van? $1000, sőt, még akár vehetnék is egy külön szereléket pluszba. Hát ha akarjátok, ezt megcsinálhatjuk. Ez ilyen közepes. Nagyobb bacska, nem kicsi. Nem kicsi, de ne, hát valamilyen, hát nem tudom, egy pár kilós lehet talán. Gyere már ki! Kicsit húzok rajta, biztos, ami biztos.
Nem ám angolnát fogunk, mert lemegyek hídba. Na, ez is olyan lesz, mint az előző szerintem. Ja, $70. 4550 gram. 4550. Volt-e olyan, aki 4550-et tippelt? Látom, Sneaker Sound Hypers elég közel van hozzá. Dr. Aloysius, köszöntünk nagy szeretettel, szevasz. Cibálja, elég szépen cibálta. Nem találta el senki? Ha esetleg valaki eltalálta volna, akkor az üvölcsön nyugodtan. Nem volt. Nem volt. Na várjatok, akkor meg kell tölteni megint itt a cuccost. Viszont, ha gondoljátok, összeszerelek egy másik szettet, mert van amúgy horgászbotom még. Tehát egy ilyen casting, vagy valamilyen botom az van. Vagy egy ilyen fly, vagy milyenem van. Hol van a másik botom? Az alap botom. Ez van ugye, ez a mostani. Vegyek egy másikat? Na jó. Nézzük akkor, vegyünk egy botot. Vagy ezt nem kell megvenni. Hát vegyünk azért valami normálisat, nem? Tehát azért neve legyen a gyereknek. Ez $600. Ó, nem rossz, nem rossz. Jó, vegyük ezt meg, vagy vegyünk egy jobbat? 27 kilós pontyot meg lehet fogni vele, ne viccelj már. Az a baj, hogy orsót is kell hozzá venni, tehát azért ez már 27 kilós. Tehát azért lehet, hogy erre rá kéne menni amúgy. Erre a sárgára. Jó, egy kicsikét még horgászunk szerintem, és akkor... Oké, megvesszük ezt most egyelőre. És kellene hozzá egy jóféle orsó, méghozzá egy fenekező orsó, ami pedig len, hát kerül mondjuk, hát ez már úgy kb. Jó le, ó, ez igen, bizony. Csak hát drága, mind a rossebb, ugye. Jó, de majd kifogunk annyi halat, hogy az rendben legyen. Na nézzük, hol vannak a nagy vadászok. Hát ti látjátok amúgy, mert... Én bizony mondom néktek, hogy nem igazán látom, hogy merre vannak az állatok, a nagyok. Szevasz, hiszékeny, hello! És üdvözlünk nagy szeretettel, mehetnek a tippek, srácok, hány grammos lesz a következő hal? De az biztos, hogy itt is ki kell tapasztalni, hogy mire jönnek ezek igazán. De eddig úgy néz ki, hogy ez a vaníliás gömböt, amit így rárakunk a horgunkra, az eddig úgy néz ki, hogy beválik. Nem fog szakadni. Finoman fogjuk kihúzni. Finoman, szépen. Addig, ameddig nem lesz kettő botunk, addig nem tágítunk. Örülök neki, hogy amúgy megvettem ezt a rotpodot, amire három bot is fér, mert így már azért, na, mégiscsak lehet. Kukac, köszönjük szépen nagyon a követést! Szervusz! Hányszor horgáztam én te véled? Hányszor? Én nagy vörös kukacokkal. Most már ne tippeljetek, tehát amikor így látjátok, hogy hogyan húz, meg mit, akkor már ne tippeljetek. Tehát miután beakadt a hal, ez nem lesz amúgy se nagy. Amikor már beakadt a hal, akkor ne tippeljetek. Most már fölösleges. Nézzük, akkor ez egy kisebb lesz szerintem, egy 30... Életünk első tükörpontja. 2200 gram. 2200 gram. KVCPT közel van hozzá. Nagyon közel van hozzá. Petrik is közel van hozzá, 2200 gram, valamint Zoli, Kiratka is közel van hozzá, 2200 gramot, ha valaki... Nagyon közel voltál hozzá, KVCPT, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon közel voltál hozzá. Jó, és még mindig van a cuccból? Még mindig van, jó, nagyszerű. Nézzük akkor... Hallátás... ott van az! Böszme nagy állat. Böszme nagy állat.
Az egy böszme nagy állat, azt ott ki kéne fogni, srácok. Azt tényleg ki kéne fogni. Az egy nagyon nagy. Akidobos volt bizony, már tükörpontyot fogtunk, meg minden, meg vettük ezt a rotpodot. Van egy bitangbotunk, és most gyűjtünk egy következő botra, hogy egyszerre két bottal tudjunk horgászni. Na most ahhoz is kell majd ugye ez az elektromos kapásjelző, tehát az még egy olyan 300 dollár, tehát még egy 1000 dollárt kellene gyűjtenünk, hogy kb. Minden adott legyen. Na most spórolhatnánk most így a boton meg az orson, de nem gondolom, hogy kellene. És már jönnek is a tippek. És mi van, ha több bot van rajta, és elkezd pittyegni? Honnan fogod tudni, hogy melyiken van a kapás? Figyelj, ha megfigyeled, Mákos Lecsó, a kapásjelző pirosba vált, amikor kapás vesz. Ezt mindjárt látni fogod, egy pillanat türelmedet kérem, és onnantól kezdve nyilvánvaló lesz a történet. És akkor tudod, hogy melyiknek vágjál be. Ráviszed az egeret, és akkor nyomod az E betűt. Tehát onnan fogod tudni, hogy melyik az. Figyelj, most fog átváltani mindjárt pirosba, hogy kapás lesz. Érzem már. Most már rutinos horgászként megérzem az ilyesmit. Elvileg másodpercek kérdése is, és kapni fognak a halak. Ez egy szép fogásnak tűnik így első blikre. Egész szépen húzza. Nagyobb lesz, mint az előző. Én gyanítom. Hogy ez egy nagyobb jószág lesz. Lehet, hogy meg is kéne szákolni, mert küzd elég rendesen. Hát, vagy ki tudja, nem tudom. Nem tudom, meglátjuk. Valami jön. Hát, ja, ilyen keszegszerű, hát ez egy fél kilós. 540-et tippelte valaki. Hát a csali árát így nagy nehezen behozta. Minden van, oké. Jó, hol vannak a nagy halak? Én akkor is rámegyek arra ott hátul. Ne arra rakjad, hát hülye vagy, hát miért pont arra rakod? Na mindegy, ez akkor lenne necces, hogyha több botunk lenne, aztán összeakadna a zsinór. Na láttad, hogy pirosba váltott a kapásjelző? Ilyenkor ez van. Jönnek a tippek. Bremida, köszöntöttelek már alkalomhoz illően? Ha nem, akkor szevasz és szép estét, és üdvözlet neked is Eci, valamint Samur, V. Zsolti, Richmond, és nem tudom, valahány név van a naptárban, mehet a tippelgetés, hogy akkor mekkora lesz a ma bizonyos hal. Szép estét, szevasz. Nézzük akkor. Jöhet a következő kapás, legyen valami böszme nagy állat, szeretnék egy ilyen ekkora nagy állatpontyot, érted, akkora, mint egy tehén. Egy ilyen böszme nagyot, amivel meg kell küzdeni, amit fél órán keresztül fárasztunk, érted? Egy olyat szeretnék. Egy fél órás fárasztást. Hogy aztán jól alá tudjak tenni egy szákot, és akkor utána ki tudjam emelni nagy diadalittasan. Ezt szeretném. Erre vagyok most, megmondom őszintén, rápörögve, úgyhogy Jézus Máriám, köszönöm szépen, Nagyon szépen köszönöm, Akidobos. Kis hozzájárulás az elektronikus kapásjelző, micsoda. Köszönöm szépen nagyon. Köszi szépen, uram. Miért nincsen alert? Ja, mert a subgift után izé leszettem, de egy pillanat, mindjárt megismételjük ezt újra. Nagyon szépen köszi. Szeptembertől nőnek a pedagógus bérek. A korábban megígért életményemelésnek megfelelően. Elvileg. Idén 3,4%. Elvileg. Ki fog ez jönni? Valamikor. Valamikor csak kijön ez az állat. Onnan. Most már ne tippeljetek ilyenkor, amikor már horogra akadt, mert lehet azért bejósolni azt, hogy körülbelül mekkora lesz a húzásából, hogy látjátok, hogy milyen értékeket ír ki. Ez nagy hal lesz, Pluskat? Szerintem nem. Nem, nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez azért nem egy olyan hatalmas hal. De most nem fogok ide oldalra dobni, mert nem fogok. Most kb. Középre. Bement a zavarosba. Gyerekek, hát ezt meg kéne szákolni, nem?
Na, azaz, egy 3 kilós. 3020-as tippünk volt-e? Fejjel inni közel van hozzá. Egy számot írt csak el. Egy számot. 3020-as tippünk. Van-e? Hopp. Viszont most kell venni nekünk egy kis csalit. Valami jó félét. Valami finomat. Igen, például ilyesmit. Ez nem annyira drága. Ezt azért szeretem. Jó. Equipeltük? Equipelte, nem? Ilyen is kell. És akkor... Lehet, hogy ilyet is kéne venni, 15-öt, nem? Tehát ez drága ám. Hát igen, bizony. Itt ezeket már felcsalizni azért az drága móka. Drága móka, bárhogy is nézem. Na verjünk be oda a halak közé. Ez valami majd csak lesz. Na. Amúr, ilyen, ha megéri a partot, akkor megindul. Micsoda dolgokat tudtok? Tehát őrület. Azt mondjátok, hogy gilisztával kellene? Én tudom, hogy a pontja az megy a gilisztára. Tehát azzal nincsen semmi gond. De megnézzük a nagy giliszta határozóban. Valamiért érdekes... Ja nem, igen, a tükörpont, igen. Igen. Írja azt is. Az is 5 dollár amúgy. Meg ez is 5 dollár. Tehát így igazából tök mindegy. Tök mindegy, hogy melyiket veszünk, de megpróbáljuk gilisztával is, hogyha nagyon, nagyon szeretnétek. Most nem azt csináltuk, hogy ráraktunk némi kukoricát, mert az ugye elfogyott nekünk itt időközben. Tinta halas, vagy halibut peletet? Hát azt nem tudom, hogy van-e. A giliszta az univerzális? Mondjuk az igaz. Az igaz. Lehet, hogy meg fogunk próbálkozni egy gilisztás szerelékkel, hogyha mondjuk ezek itt elfogynak. Majd meglátjuk. Na mekkora lesz ez a hal? Mekkora lesz ez a hal? Most bedobtam a sűrűjébe. Akármi ráakadhat. Kicsi is, nagy is, közepes, bármekkora. Valóságban? Samur, nagyon sokáig horgáztam faterral, még amikor kisebb voltam, aztán idő után elvesztettem az érdeklődést így a horgászat irányába, vagy felé, és azóta nem nagyon horgászok, de itt most így a virtuális térben iszonyatosan szeretek horgászni, mert kicsikét nosztalgikus a dolog, másrészt meg tényleg ez a progressz a játékban, hogy előbb-utóbb tök jó cuccaid lesznek, és egyre nagyobb halakat fogsz, meg egyre több helyen tudsz horgászni, ez valami fantasztikus benne. De komolyan. Mekkora rekord? Nem tudom, hogy mi volt a legnagyobb fogásom. Azt hiszem, hogy valami tizenvalahány kilós pontyot fogtam meg úgy, hogy az nem is az én pontyom volt. Na most volt egy nagyon-nagyon kedves barátunk, aki sajnos már azóta nem él, de ő szokta azt csinálni, hogy hát bedobta a botot, aztán elment onnan mit tudom, messzire, és nem igazán figyelt rá. Én meg lementem este a kikötőbe, és akkor látom, benn van a bot, és így valami rángatja érte a spiccet. Mondom, mi a rossz-e? Vagy mondom, bevágok neki, hát mondom, ez tuti fix, hogy valami állat, ami a végén van. És akkor volt valami tizenvalahány kilós pont, és ordítottam fateréknak, hogy szákod, szákod! És hát ugye fater a segítségemre sietett, aztán megszákolta, és utána meg azt hallgattuk, nem tudom hány hónapon keresztül, hogy én kifogtam a halát ugye a barátunknak, úgyhogy... Nem volt egyszerű, de az volt életem legnagyobb fogása amúgy, és az egy ponty volt, egy ilyen szép nagy darab. Kihúztad a harcsáját? Figyelj, Motherload, ilyenkor általában azért meg tudnak őrülni. Nézd meg, 10 kilós, Erik 10 kilós halat fogott. Micsoda? Előtte meg 38 kilósat. Na elmegy ám a francba ez az Erik. Elmegy ám a büdös francba ez az Erik, hogy hol talál ekkora halat magának? Hát nincs is ebben a tóban akkora. Lehet, hogy rossz helyre laktuk le a rotpodunkat. Lehet, hogy tovább állunk innen és letesszük máshova. Ja, megköszönte, hogy adott a söréből. És figyelj, Motherload, hadd kérdezzem már meg, ilyen esetben akkor valójában kié volt a hal?
Tehát így hadd kérdezzem már meg, hogy akkor most a barátod kapta a halat, vagy mivel te fogtad ki, ezért hazavihetted. Tehát hogy van ez? Oh! Nézd meg! Hát ez azért egy szép dagadt jószág. 4150 volt a megfejtés. Valaki tippelt ilyet? 4150-et? 4520-at Richmond, közel volt hozzá. Meg ahogy látom, Hentai Velkoz is, igen. Elég sokan voltak közel hozzá, ahogy látom. Engedélyem? Van. Azt már elmeséltem, hogy hogyan van nekem engedélyem. Viszont fogom a kis rotpodomat, és hallátással nekiindulok. Hogy hol laknak a nagy halak. Ott vannak a nagy állatok. Én most oda megyek. Oda fogok menni. Mivel ott laknak a nagy halak, én ott le is szövekelek. Szerintetek itt le lehet rakni? Aha, igen, le lehet rakni. Le lehet bizony. Ki lakik oda lenn, mit rejt a víz? Büdös nagy pontyot! Gondolom én. Sápadt a színe és pikkelj rajt 10. Borzasztóan szar volt ez. Na, de igazából nézzük akkor, hogy mit sikerül összehozni most. Azt mondja, érkeznek a tippek. Hány grammos lesz a hal? Vetődik fel a kérdés. Annak örülök azért, hogy itt a stégen is le lehetett rakni ezt a rotpodot, megmondom őszintén. Ennek azért nagyon örülök. Szimuláljunk egy igazi horgász jelenséget, hogy itt sörözünk például, és amikor kapás van, így hirtelen oda futunk. Megpróbáljuk. Laci XHD, köszi szépen a követést, és Stewie Video, nagyon szépen köszönöm ugyancsak. Szimulálunk egy ilyen horgász jelenséget, itt beszélgetünk a haverokkal, megy a kellemes sörözés. Várjál, elvégezzük a dolgunkat a fa mellett, hogy nagyon-nagyon-nagyon reális legyen ugye a dolog. Már mondjuk kicsit távolabb mehetnénk. Jó, és visszajövünk a haverokkal beszélgetni, kicsikét megkeverjük a bográcsot. Igen, tegyük fel. Meghallgatjuk a történetet. Ajajaj, és be is vágunk. Kiválóan sikerült szimulálni szerintem. Mi van, ha beleesek a vízbe amúgy? De figyeljetek, ez lehet, hogy nagyobb állat. Vagy csak úgy tűnik? Megvan! Nagy! Húz rendesen! Menjek, szákoljak, mi legyen? Azaz! Jaj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 
Á, gyerekek, ez ilyen picike tükörpontja. Egy ilyen másfél, hát 1200 grammos. 1200 grammos tippünk volt? Nem tudom. Na nézzük, azt mondja, hogy kellene bele ugye cucc. Már meg is töltöttük. Hol vannak a nagy állatok? Hol vannak? Oké, rárakjuk. Figyelj, majd akkor fogunk gilisztázni, amikor elfogy a cucc. Mármint, hogy elfogynak a csalijaink. Akkor majd veszek gilisztát is. De lehetne amúgy itt szendvicsbe. Tehát, hogy rakunk rá ilyet, ami most van, kukoricát, meg mondjuk gilisztát. És akkor lehet, hogy erre a háromra mondjuk jönnek. Hú, ez hányszor történt meg velem, Kápeti, hogy beragadt a nádasba, érted, a szerelékem, és akkor szegény faterral úgy kellett oda menni, érted, a csónakkal, hogy le tudjuk vágni, vagy ki tudjuk akasztani, vagy tudod, és akkor megy a próbálgatás, hogy... És ezt amikor egy olyan negyed óra, 20 percig így játszod, utána megunod, és úgy döntesz, hogy na jó van, akkor gyártunk egy másikat. Zebrák jobban halásznak? Az lehet.
az le, én nem tudom Óga Béla, még soha életemben nem voltam zebra, de még lehetek. Beüdítőztél? Hát a húzásából ítélve ez egy kisebb tükörpont, szerintem. A kérdés csak annyi, hogy hogy a francba fogja a hatalmasokat, nézd, ilyen 12 kilósokat, 14, meg 20 kilósat, Erik 20 kilós pontyot fogod. Hát menjen már a francba, hogy én miért nem fogok ekkorákat? Lehet, hogy mással horgászik minden, de ez ilyen kisebb, nézd, bevitte a zavarosba. Gyerekek, hát ez nem is hal. Mindenesetre először fogunk ilyet. Azt, hogy kb. Pont rádobtuk. Lehet, hogy a csalival csalik? Nem volt olyan, aki eltalálta volna? Mert üvöltsetek ám, hogyha valaki eltalálta a gramra pontosan a halat, hogy mekkora volt, mert jár a szávgift, akkor tényleg. Amúgy ennek a pályának több különálló tó része van, lehet meg kellene próbálni másik részén. Ezted, na végre valaki, aki ismeri a játékot. Tényleg? És merre kell keresni ezeket, hogy... Hát ez itt egy tó, nem? Vagy legalábbis én úgy látom, hogy ez egy tó. Vagy arra még folytatódik esetleg? Mekkora halat fogok fogni? Hú, mekkora halat fogunk fogni. Azért Erik helyébe, nem tudom, én is megfogtam volna azt a 20 kilós pontyot. Na tényleg, azért azt úgy szívesen, megmondom őszintén. Jó lenne tudni, hogy mi az a csali, amire igazán jönnek ezek a jószágok. Mert hogyha azt ki tudnám tapasztalni, mint ugye az előző tónál, ugye, vagy a tengernél ugye ott azt a piócát, amire tényleg mentek, mint a veszedelem, akkor azért az nem lenne rossz. Boilira? Hát elvileg azt hiszem az van rajta, tehát az, vagy ez nem boili? Ez. Ja, hogy a menüben lehet menni a kijelölt részre. Aha. Hát nem tudom, de egyelőre úgy vagyok vele, hogy itt is fogják a 20 kilósokat, tehát azért valamit tudnak a srácok. Az pufi lehet? Hát lehet, hogy akkor rosszat vettem, nem? Lehet, hogy pufit vettem, és akkor kellene valami mást. Nincsen a horgoncsali. Hát de van, ott van, azaz. De van. Van rajta, tehát arról van szó, vagy... Ja, de lehet, basszus. Hát igaz, lehet, hogy igazad van amúgy. Veszek kukacot. Most egyelőre bent van, most még fogunk valamit. Vagy legalábbis őszintén remélem. Vagy várjál? Lehet, hogy kihúzom most, és akkor fölcsalizzuk még. Ja tényleg, nincsen rajta csali, basszus. Hát de hülye vagyok, hát így meg aztán várhattam volna a fogást. Fene egye meg. Ez gomb, és a map részre kattintva lehet kiválasztani? Ezt, tehát köszi szépen, mindjárt megnézzük, csak egyelőre föl kell csalizni. Etessébe, liftező morzsával. De mi ez a liftező morzsad? És tényleg nincsen ám rajta. Tényleg nincsen rajta. Ha? Hát igazatok van. Tényleg igazatok van. Rohadtul igazatok van. Na. Tessék. És ebből még van 10, tehát ennek el kell fogynia. Ennek még el kell fogynia. Na nézzük, hol vannak az halak. Nem látok nagy halakat, az a baj. Várj, a mapnak bizonyos részeire lehet menni. Na melyik a legjobb? Eszted, mondd meg nekem, légy szíves, hogy hol lehet a böszme nagy pontyokat megfogni. Mert akkor én oda megyek.
Melyik lesz az, ahol a bőszmen nagy pontyok lakoznak? Mondj egy számot, és akkor oda megyünk. A fa alatt. Nagyszerű. Köszönöm. Ezt eddig hiszek neked, mert te ismered. Te ismered. Hova megyünk? Melyik legyen az? Ott írja oldalt? A hármast választ. Most melyiket választottam amúgy? Hadd kérdezzem már meg. A hármast? Azt mondjátok? De én meg akarom várni, melyiket mondja Eszted, mert oda akarok menni, mert ismeri a játékot. Az ötös pozin vannak a nagy halak, fix. Ja, mivel itt középen mi? Hát persze, lehet, hogy ide bandáztak be mindannyian. Ja, képzeljétek el, ez a bebandáztak a halak. De nem mondja Eszted, hogy hova menjünk? Jó, menjünk akkor hármasra, azt többen mondják. Képzeljétek el, egyszer fater. Kora reggel, érted, így ébredezik fel mindenki, meg mit tudom én. Hol van a tó amúgy? Hát lehet, hogy itt voltam amúgy is, nem? Vagy nem itt voltam? Fene tudja. Egyik reggel ébredünk fel, és tudod, mindenki ilyen teljesen kóma meg minden, és a fater meg így hirtelen elszeveszett nagy készülődésbe kezd. És akkor kérdezem, hogy úristen, mi van, hogy kitört a világháború, vagy micsoda, és akkor tudod, ilyen félkómás fejjel mondja, hogy menni kell, mondom, hova kell menni, vagy mi van, menni kell, mondom, miért kell menni kell, bebandáztak a halak, ha menni kell. Na hát így működik nálunk a horgászat, körülbelül. Na várjál most itt, állj, most miért nem lehet lerakni? The rod pod is too far. De mi az, hogy too far? De most azt ne mondjad, hogy én ott hagytam valahol a rod podomat, és akkor vissza kell érte menni. Ezt nehezen tudom elhinni. Hol van? Szeretném megtudni. Gyerekek. Pedig de... Jó, oké. Most akkor valaki könyörgön mondja meg, hogy hol maradt az a rohadt rotpod. Jó, de nem fogsz ám velem izé kicseszni? Ellopták az. Na mondjuk ez is modellezni az, hogy hogyan működik ugye a horgászat, hogy... Azt gondoltátok, hogy ki tud velem cseszni, de nem fog tudni kicseszni velem. A stégem volt, de amúgy a stégem volt, ez jogos, de hogyha kilépek a játékból, akkor nem kell keresgélnem azt, hogy vajon hol vannak, ugye? Nem igaz, hogy csak a stégre lehet rakni, lehet mindenhova is rakni. Na figyeljetek, mert már itt lesz. Jó. És akkor kiválasztjuk azt, hogy azt mondtátok, hogy a hármasra menjünk. Én hiszek nektek. Valahol itt kell, hogy legyen. A kérdés az, hogy hol lehet látni nagy halakat. Ó, itt vannak. Hát itt vannak. Na, ennyi, kész. Le is rakom oda, meg van töltve gilisztával. Nagyon jó. És akkor oda kell be cuppantani. Jó, és akkor nézzük, ezt ide lerakjuk. Aztán hadd menjen. Na mehet a tippelés akkor, innentől kezdve. Szól a zene, s téged akar. Figyeljetek, Ógabival ma vigyázzatok, mert nagyon-nagyon formában van. Nagyon formában van. És srácok, ha valaki közületek megtippelte pontosan, de gramra pontosan a halat, akkor kapja a subgiftet, de most már legyen valaki, aki nyer, könyörgöm. Tehát most már legyen valaki. Mark Hun Official, köszönöm szépen a követést, és köszi Csicsó neked is, Stelbodabi, nagyon szépen köszönöm, és köszi Tipcsike neked is. Na nézzük akkor elvileg, hogy jön-e a kapás. Nem szabad rám kiabálni, mert elriasztjátok őket. El fognak menni. Reméljük, hogy megfelelően bebandáztak a halak. Csak bebandáztak, ugye?
Én érzem. Ott középen, ott valahol ott banda... ott bandáznak. Tudtél fix, hogy ott... Na igen, látjátok? Most egy halat kiemelünk a bandából. Szevasz, Sleeping Fury, szevasz! Nézd meg a nagy fejlődést, hogy micsoda eszközeink vannak már. Pontyozóbot, féderbot, boily, mit tudom én, rotpottól elkezdve. Gyönyörű, egyszerűen gyönyörű. Tigris mogyoróval. Mike Wazowski, figyelj, az mi az a tigris mogyoró? Attól félni kell? Megharap? Vagy milyen az a tigris mogyoró? Jó legyél, ó Gabi, vigyázz magad. De milyen a tigris mogyoró, azt áruljátok el. Csikos? Vagy harap? Vagy milyen? Hát ez ilyen kis valami, ez úgy nem igazán. Na, nézzük akkor. Jó. Az megvan. Oda mit lehet tenni? Olmot? Az az ólom? Vagy? Való, igen, az az ólom szerintem. De srácok, én nem látok egy nagy halat. Ott volt egy. Ott volt egy, arra rá is megyünk. Én megmondom őszintén, ezen a tavon én sokkal nagyobb ilyen hatalmas, ekkora nagy pontyokat várok. Esetleg, mehet a tippelés most már, igen, tehát esetleg tudja valaki, hogy mire mennek az igazán nagy pontyok, és most nem a való életben, hanem a játékban. Tehát amivel biztosan, tehát ami olyan fix, mint az előző alkalommal ugye a pióca. Amire nagyon mentek ott a tengeren. Azért jó ez a map, mert itt a többi horgász azért nem var minket. Van elég hely, mennyi innen? Hes! Na, hát ne zavarjuk már egymás köreit, hát álljon már meg a nászmenen. Dinamit? Azzal lehet, igen. A dinamitra biztos, hogy jönnek, az jogos. Szevasz, Taylor, most fogom a pontyodat, figyeljé. Lesz halászli estére. Gondolom, hogy föl sikerült ezzel csigázni téged, az egészen biztos. Szereted a halászlit? Biztos szereted. Tuti fix. Helyes. Vagy mi... Hoppá! Vagy mit szeretné? Rántott fogast? Vagy bármivel partner tudok lenni. Szereted a halászlit? Jó van. Ja, gondoltam én. Ebből a halból fogom főzni neked. Zérót majd fölkérjük rá. Képzeld el, Zéróval szerdán wormsozni fogunk. Szerdán 18 órától indul a wormsozás. Egymás kukacára fogunk vadászni Zéróval. Ez nem lesz egy nagy hal, de neked ajánlom. Ezt a halat, ezt most csak neked fogom. Egy kis tükörponty. Nem nagy. Ha mondanám, hogy neked elég, de hazudnék, de egy ilyen kis aranyos tükörponty. Ezt mind neked lőttem. Nézzük. Hallátó képességünket. Odáig nem tudok eldobni, nem? Odáig nem tudok eldobni. Várjátok, egy kicsikét odébb megyek. Megnézzük, hogy mi van itt a stégen. Nem akart bele a szerelék? Nem akart bele. Már itt lehet, hogy bandáznak a halak amúgy. Tuti végsz, hogy itt bandáznak. Ott van, nézd meg. Hát itt vannak a nagy állatok. Az mi az a nagy ott amúgy? Várja. Először le kell rakni a rotpodot, tehát még mielőtt esetleg itt nekivágunk ennek a történetnek. Várja, még ne tippeljetek, hát még felesleges. Nyugi. Jó, itt van a rotpodunk. Hol laknak a nagy halak? Hát most ebből nem sikerült megállapítani, megmondom őszintén. Jó. Oké. Tízdekával lőtté alá? Ó, hát majdnem. Ja, és Taylor, ha megtippeli valaki gramra pontosan a következő halat, illetve bármelyik halat, akkor kapja a subgiftet. Ezt játsszuk most itt éppen jelenleg. Eddig még egyetlen egy nyertes nincsen. Pedig nagyon jó lenne, hogyha tudnánk egy nyertest avatni legalább így az adás végéig. Ez most egy jó 1600-as lesz, azt mondod? Hát... részemről a fáklyás, mert 1050 is maradhat, igen.
Iszok egy kortyot, addig csak nincsen kapás. Nézd meg, és ott úszik, érted, a böszme nagy. A böszme nagy ott úszik. Hát nem is annyira böszme nagy, de legalább lehetne valami nagy. Valami igazán nagy. Mikor lesz az, hogy rárepül egy ilyen 19 kilós, mint az imént láttuk ugye az úriembernét? Ilyen 16 kilósokat, 10 kilósokat, 14 kilósokat fognak, vagy legalábbis ahogy látom, de jó nekik. Ezüst pontyot fog... Ezüst pontyot fog a 17 kg környékén lévőt. Na gyere a papához, gyere. Tigris mogyoró, földbe terem, 0,6-tól 3 cm közé tehető kép, kb. Szárazon meg kell főzni, és ropogtatja a ponty, amúr és a többi meghallja, és mennek oda. Édes jellegű, használják a tigris mogyoró olaját étkezésre is. Hát ez semmire se való, ez a kis hal. Semmire se való. Pedig most már gilisztázunk, srácok, tehát azért most már lehetne valami. De hol vannak a nagy halak? De most komolyan, tehát így... Tehát hol a bánatban vannak a nagy halak? Ahol tényleg ilyen böszme nagyok vannak. Én olyat szeretnék. Ha ide beülök, ide, így, mondjuk akár. Ott van egy ilyen. Jaj, ne dobd be! És bedobja. Így is megoldható. Oké. A bébi hal tökéletes harcsa csali? Az igaz. Az igaz viszont. De hogyha nagy harcsára kéne menni, akkor... Van ám egy olyan módszer, ezt nem szabad csinálni. Ezt nem szabad csinálni, ez tiltott. Tiltott, de azért elmesélem, mert vannak olyan mocskok, akik ezt csinálják. Fonod zsinór, rárakod a csalit a horogra, körbe tekered a nádat, összefogod, és akkor addig vársz, mi meg nem eszi, rángatja a nádat, már akkor rá lehet menni, és akkor ki lehet fogni amúgy. De ezt nem szabad, így nem szabad horgászni, ez tiltott dolog, srácok. De vannak olyanok. Vannak olyan egyedek, akik még így is szerencsét próbálnak amúgy. Na nézzük akkor, mik a tippek, srácok, mekkora lesz a következő? Tehát nem tudom, hol vannak a nagy halak, vagy hova kéne menni? Vagy itt csak ekkorákat lehet fogni? Vagy mi a helyzet itt? Lehet az is, Lehet az is, hogy nem megfelelő mélységben van amúgy a... A dolog, nem? Na, mekkorát tippeltetek? Nézzük. Mekkora lesz? Most már ne tippeljetek. Most már itt van kint. Ez megint ilyen kicsike. 420-at írte valaki be. 420-at. Valaki írte be 420-at. 340. Hát ez nem. 420-at valaki írt be amúgy. Jó, oké. Nézzük akkor. Ja, hát mivel ez fenekező, ezért fölöslegesen gondolkoztam ilyesmibe. Valamit máshogy kéne csinálni. Lehet, hogy nem erre a cuccra mennek ezek. Hát ott vannak ilyen halfélék. Azokat ott megtámadom. Az ott teljesen jó. Mit írtál James Corbe? Lehet, hogy elpörgött a tippelések közbe. Mit írtál? A videóban a srác 22 pontyot kukorica-giriszta kombóval fogta a játékban. Kukorica-giriszta kombóval? Ez egészen biztos? Fater, fogott már így? Nem egyet, nem kettőt. Hát figyelj, hogyha így van, ha tényleg így van, és ezt te biztosan láttad, akkor kukorica-giriszta kombóval rámegyünk. Mert azzal biztos. Azzal biztos. Azzal biztos, hogy sikerül valami. És aztán hol láttad amúgy?
negilisztázza, arra nem fog jönni sose nagy. Hát de most ez két ellen vélemény. Az előbb valaki azt mondja, hogy a, tehát valaki a giliszta kukorica kombóra esküszik, valaki pedig hát nem mondja meg, hogy mivel, csak azt mondja, hogy ezzel nem. Tehát, hogy akkor nem értem, itt zavar van az erőben. Már mehet a tippelés. Amikor kérdezted, hogy mi a biztos csali a játékban, akkor rákerestem a Google-ra. Oké, és mit dobott ki? De pont is eszi azt. Várj, ez lehet, hogy egy nagyobb. Igen, ez egy nagyobb. Hogy a horog méret? Hát nem tudom, hogy meg... ez nagyobb. Ez nagyobb. Gyere a papához. Gyere. Nikol Tomz, az MRK logóra jönnek? Arra izgulnak a halak? Lehetséges. Hű, srác. Most már ne tippeljetek. Milyen szépre hízott. Oda néz, ennek van ám hasa rendesen. Jó van. Na, tehát akkor mit mondott? Hentai Velkoz, mit mondott a YouTube-on a srác leírta, hogy mi a biztos taktika, a nagyhalak, és ott volt, hogy kukorica giliszta. Na, akkor csak figyeljünk. Erre még rárakok egy... Hát egy gilisztát. Na nézzük, most három, azaz három darab rajta, és mekkora horgot kellene használni szerintetek? Nézzük, azt mondja, hogy mekkora lehet az? Egy ilyet mondjuk. Mekkora van nekem most? Egy ekkora, nem? Hát ez nem nagyobb. Ez nem nagyobb, de ellenben jó lehet. Én veszek egy ilyet. Aztán megnézzük. Hű! Hűha! Nem túl nagy ez ide, srácok? Csak kérdezném. Megpróbálom. Nem kicsi, ellenben nagy. Hű. Nincsen olyan benne, hogy hármas horog. Tehát olyan nincsen, hát az... Meg amúgy sem szabad azért azt, én legalábbis úgy tudom. Na várj, még egyszer be kéne vetni a hallátást. Csapom fel a hallátó szemüvege. Ott van egy, nézd meg, az de szép. Na nézzük akkor, hogyha erre harapnak a nagy halak, akkor ezt megtartjuk. Hát nem tudom, hogy a hármas horgot azt mire lehet használni, megmondom őszintén, de remélem, hogy erre jönnek a nagy halak. Mert ez így azért már drága mulatság ez, hogy nagy horog, sok kukac, meg kukacok, giliszták, meg még akkor ott van ugye a kukorica is. Tehát azért, na, túlzásokba estünk szerintem már megint. Hát mondjuk az igaz, hogy ami ezt be tudja harapni, az nem kicsi. Tehát ami ezt beharapja, az tényleg nem kicsi. Lehet, hogy érdemes várni. Mert kíváncsi vagyok, hogy erre böszme nagy horogra jönnek-e. Mi a pálya neve? Hát nagyon egyszerű. Senzino Lakes. Túl nagy a horog, azt mondjátok? Ki fogja írni a játék amúgy, mert kerültünk már ilyen helyzetbe, emlékeztek, amikor azt a bitang nagy ekkora horgot megvettem véletlenül, és nem is kevésére fene egyevek, de az majd jó jön a tengeren. Akkor kiírta, hogy nem tudják beenni, szegények. Nem tudják beenni, és hogy cseréljem le a horgomat. De itt most nem írt ilyesmit ki, úgyhogy szerintem ez lehet, hogy jó lehet. Hát a törpárzsa szerintem még azt is meg... Az képes, az mindent képes megenni, az a rohadék. Bendex, igen, eltolhatod bárkire, bizony. Hát, figyelj, Eci, nekem nincsen arra időm, ne viccelj. Ha kiváltod, igen, természetesen. Tanács, 4 vagy 6-os méretű horgot használj. Írja Portyázó. 4 vagy 6-os méretű horgot.
És azt honnan tudjuk, hogy mekkora az? Ezek azok. Négyes ott van. Vagy ez nem az? Ez kéne nekem, szerintetek? Ez, nem? Vegyek egy ilyet is. Na most már foghatnánk valamit. Hallátó az mit mond? Van rajta egyáltalán valaki? Vagy valami? Vagy nem? Köszi szépen, nagyon bankos. Most nincsen, tehát ennél a szereléknél nincsen horogkamera. Tehát amikor a rodpodom van rajta, akkor hajlamos vagyok azt feltételezni, hogy ilyenkor nincsen horogkamera, de hát mit tudom, hogy meglátjuk. Nagyobb halra többet kell várni. Ez mondjuk igaz. Bár nem mindig. Csali és horogcsere, azt mondjátok, hogy ez túl nagy lesz. Na jó, akkor egy-egy kisebb horgot fogunk venni, szerintem ez lesz. Csali és horogcsere. Csalit ezt nem kellett cserélni, ez rajta marad a játék. Játék azért kegyes hozzánk, hogy nem kell újra csalizni, meg ilyesmi. Nézzük, azt mondja, hogy melyiket kellene megvenni? Ez itt a kérdés, hogy ez esetleg? Hogy ez túl nagy már? Legyen ez? Ez kéne megvennem, szerintetek? Ez jó lehet, ez a horog? Ez nem jó? Azt mondjátok, hogy nem jó. De miért nem jó? Akkor melyik legyen? Hogy ilyenem meg már van? Nem jó, hogy 4-6-8-es, de ezt hol látom? Ez itt csak ilyen van. 4-2-1. Ez jó lehet? Ez jó? Ez jó lehet. Azt mondjátok, hogy ez jó. Akkor ez fixen jó? 57 dollárt nem akarok csak úgy elkölteni a semmire, ha már költöttem el véletlenül a semmire többet is. Nem jó? Hát gyerekek, melyik lett? Akkor ez harcsás. Hát beszarok. Hát akkor melyikkel mondjátok már meg? Akkor ez van most jelenleg. Minél kisebb a szám, annál nagyobb a horog. Hát akkor melyik? Ezek túl nagyok. Hát akkor menjek még lejjebb. Hát ez kisebb. Ez esetleg. De akkor írjátok be a nevét, hogy melyik kellene. Kukorica, Pimex Fit, koriander kombóval szerzett nagy halat a YouTube-on a Pali. Minél kisebb a szám, annál kevesebb kaja fér bele. Az is igaz. Ez a max bait amount. Valószínűleg. Tehát akkor melyiket kéne? Melyiket kéne megvenni? Most ne... vicceljünk már. Ja, hogy úgy érte, minél kisebb a szám. Édes is. Minél kisebb a szám, annál kevesebb kaja fér. Én meg azt hittem, hogy a játékban. A 77-es a jó, tehát ez a jó, azt mondjátok, hogy ez a jó, ez fixen a jó. Tehát akkor ezt megvehetem 53 dollárért? Aha, tehát akkor ez legyen az. Hát akkor miért nem maradjunk ennél? Hát nem is értem. Hát akkor nem értem. Kisméretű horgot keres. Hát tessék, itt van. Hát egy ekkora kis lófügy. Hát most, na. Ezek ilyen... Ez jó. De melyikre írtad, hogy ez jó? Srácok, föl. Igen, nekem is scooter van, igen, csak valaki nem tudná már beírni a nevét annak a rohadt horognak, hogy melyik a jó, aki tudja biztosra? De írjátok már be, légy szíves, a nevét annak a böszme horognak, mert most már itt szurom tököm magam. Az előző. Melyik volt az előző? A nevét írd be. Ott van kubot E75, kubot E70, kubot E76. Hát melyik az? Ez az E76-os, ez az E75-ös, ez pedig az E70-es. Na, így szerintem egyszerű a képlet, nem? Tehát hogyha már így se megy, akkor nem tudom, E75-ös? Az biztos, hogy jó, Joker? Mert ilyen nem van. Ilyen nem simán van.
Ez egy level 1-es horog, egy ilyen semmire kellő. És ez biztos, hogy jó? Tehát ez tuti fix? De erre csak egy... Na várjál, haló. Tehát azt mondtátok, hogy a nagy halat mixel fogta. Ezzel meg nem lehet mixet. Tehát itt, mert csak egyetlen egy csali fér rá, tehát magyarul hülyeség. E77-es. Én ezt megveszem, de ha nem jó, akkor jobbnak néz ki? Jó. Jó. Oké. Erre kettő fér rá a bétből. Oké. Jó, és akkor mi legyen a csali? Mert ez a kukorica meg a... Hát, na mindegy, ez működik, azt mondjátok. Na mindegy, nézzük, hol vannak a halak. Nagyon nagy vagy. Nagyon nagy vagy. Nagyon nagy állat vagy. Én oda dobom mellé, aztán meglátjuk. Nagyobb bojli kellene, meg valami büdös? Jó, ezeket most már elhorgásszuk. Tehát ezeket a csalikat most már elhorgásszuk, és akkor utána megnézzük azt, hogy vajon mi lenne a megfelelő. A megfelelő csali rá. De ezeket most már fixen elhorgásszuk. Na most már jöhetnek a tippek, hogy mekkora lesz a halacskánk. Bojli? Jó, megnézzük, hogy melyik lesz az. Szerintem rá kell rakni egy ilyen hatalmas nagy pápusztait, és akkor attól nem az lesz, hogy ráharap a hal, odáig nem jut el. Közel megy hozzá, és így felfordul, hogy följönnek a vízre, és akkor be kell gyűjteni őket szákkal. Ennyi, kész, és akkor megvagyunk. El van intézve a feladat. Tulajdonképpen egy ilyen lájtos dinamittal horgászás körülbelül. 2 grammos halad? Roaxor, az túlzás szerintem, az a 2 grammos hal. Tehát egy vagy... Túlságosan alábecsülsz, szerintem. Ott van! Böszme nagy hal! Ez nagy, srácok. A kívánt horog, és a mix az elérte a célja. Gyerekek, lehet, hogy nem is fogom tudni kiszedni. Lehet, hogy nem, mert ez elszakítja. Elszakítja! Viszi, nagyon viszi. Be fog rántani minket a vízbe. Tuti fix, hogy beránt minket a vízbe ez a rohadék. Gyere már ki! Egy jó félórás fárasztás, az lehet, hogy megtenni a hatását. Jók vagyunk, srácok, jön. Lehet, hogy megvan a megfelelő szerelék, meg a megfelelő csali is. Most már legalább látjuk, hogy lehet itt azért bitang nagy halat fogni. A megfelelő beállításokkal. Ez most már szerintem kezdi megadni magát. Tehát ez most már jönni fog. Ez fixen meg kell, hogy szákoljuk. Tehát ez 1000%. Itt fog megvadulni, srácok. Itt fog megvadulni. Itt kell nagyon vigyázni. El ne menjen. Nagy állat. Oh! 12 kilogrammos nagy állat, 12670. Írte valaki be 12670-en. Wow! Oda néz. Jó, de szép vagy, jó van. Ja, Istenem, hát ez maga a gyönyörűség, nézzétek, mert ekkora halat fogtam. Hát ekkorát. Jesszus Mária, hát ez gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű. Nézzétek, mert mekkora nagy péklapát farka van, meg minden. Azt a betyáros mindenit. És 10-es szintűek lettünk, hahó. Na várjál. Lehet állokkolni dolgokat. Méghozzá valamit. Több experience point. Nagyon jó. Meg az erősségünk is. Meg minden is. Alacsonyabb árak. -10% a sztorban. Ó, hát ez nagyon jó. Srácok, megvan, hogy mivel kell menni. Megvan, hogy mivel kell rámenni itt a dolgokra. Azt ott a távolba megtámadjuk.
Hát de miért oda dobod? Hát hülye vagy. Hát hülye vagy. Ez tiszta hülye vagy. Na ez lesz a tuti. Azt hittem már, hogy valaki eltalálta. De szóljatok, hogyha valaki eltalálta, hogy hány grammos lesz a hal. Mert akkor jár neki a subgift, az biztos. Na jó, tudjátok mit? Lehet, hogy egy kicsikét könnyítünk akkor a tippelésem, jó? Mert mindenképpen szeretnék egy nyertest, jó? Tehát mindenképpen szeretnék egy nyertest. Én azt mondanám, hogy 50 grammos határon belül, jó? 50 gramm, hát ha mit tudom én, tegyük fel, 1500-as a fogás, és valaki 1550-et ír be, mint henkelboly, akkor azért megvan neki, jó? Tehát könnyítsünk egy kicsikét ezen a dolgon, én mindenképpen szeretnék avatni egy nyertest. Tehát lehet tippelni, hajrá! Aztán utána visszaállunk a normális kerékvágásba. Márk, köszönöm szépen nagyon a követést, és köszi Zalán Nagy, neked is Dajsuke, valamint Almafejű. Nagyon szépen köszönöm. Totó, nagyon köszönöm ugyancsak. Répa úr, de jó neved van, szevasz, köszi szépen nagyon. Mr. Levi, és köszi Géza, valamint Mark Hun Official, ugyancsak köszi nektek is. Köszi szépen még egyszer a követéseket. Elvileg úgy néz ki a dolog, hogy most akkor rámegyünk arra, hogy fogjunk egy hasonlóan nagy jószágot. És hogyha megnézitek, így azért a kapásjelző nélkül is meg lehetne azért határozni azt, hogy kapás van, mert azért a rotpodon látszik az, hogy merre feszül ugye a dolog, és hogy egy kicsikét így bilizgálja, akkor tuti lehet a történet. Isten, hogy vagyok én képes ilyen hülye játékokat találni amúgy, de egyszerűen imádom, tényleg. Azért ez bitang jó ez a játék, és rohadtul várom azt, hogy mikor jön ki a második része, mert mi az, hogy no more baiting feeder? Tényleg. Most azt mondjátok, hogy nincsen rajta semmi? Hát de kell, hogy legyen, van. Baharahara, haha, Dave Dihun. Na most elvileg úgy néz ki a dolog, hogy hamarosan kapás kellene, hogy legyen. Nagy halra tudom, hogy... Ó-ó. Láttátok? Azt mondta, hogy nem megfelelő a horognak a mérete. Kircsi, az a helyzet, hogy igazából mindennel játszok. Tehát így a sztori játékok, az FPS játékok, a BR játékok, a szimulátor játékok, tehát így konkrétan minden, és még fogadóra is szokott lenni, amilyen reggeli beszélgetés általában mindenféle aktuális témákról. Tehát ez szokott menni, de lehet azt mondani, hogy mindennel is játszok. Nincsen specifikus játék. Tehát ezelőtt pár hónappal még lehetett volna azt mondani, hogy mondjuk sokat kodozom, de ez is szép fogás lesz. De most már ez sem mondható el, hanem igazából van minden. Minden is. Hop. Srácok, ez se kicsi. Ez se kicsi. Úgy néz ki, hogy nem szabad hallgatni a játékra. Nem szabad hallgatni a játékra a horog nagyságával kapcsolatban. Ez azért nem szakít úgy, mint az előző 12 kg-os pontjunk, viszont ez is szép darab szerintem. Most már fölösleges tippelni, tehát most már ne tippeljetek. Igen, a Fall Guys-t az például nézőkkel is játszottuk, bizony. Na gyere, kicsi halam, gyere a papához! Gyere! Gyere már! Jó legyél, Mr. Shutdown, szevasz! Megkukacoljuk ezt. Hát 5 kilós, nem olyan nagyon-nagyon nagy, de szép fogás. Azért 80 dodót megkaptunk érte, bárhogy is nézem. Van még elegendő cucc? Ebből mennyi van amúgy? Köszönöm szépen! Viris, nagyon szépen köszönöm a csírt!
Köszi szépen! Ebből mennyi van? Kettő van belőle, hamarosan vehetünk valami spécit. Valami spécit fogunk venni szerintem. Most megnézi... ekkora nagy... Egy nagy gigász van ott amúgy. Egy nagy gigász, arra rámegyünk. Arra most ott rámegyünk. És nagyon bízom benne, hogy az be fogja harapni, mert az viszont, hogy ránézése 10 kiló fölött van simán, az a jószágot. Nagyon szépen köszi, mehetnek akkor a tippek, hogy mekkora lesz a következő hal. Az előzőt nem találta el senki se. Nem magyar map ennek a neve, ha minden igaz, akkor Szenzinos Lakes. A Szenzénó tavakon, most jelenleg a Szenzénó tavakon megy a horgászás. Azt mondjátok, hogy ez ilyen nagyobb lesz? Srácok, ha valaki eltalálja, és 50 gram a határérték, tehát ha valaki 50 grammon belül jól tippel, akkor jár a subgift, egy az egybe. Úgyhogy tétje van a dolognak. És megyek mogyorókrébe tenni. Egészségedre, Henkel boy. Néha én is rárabolok, megmondom őszintén. És tehát olyankor se Isten, se embert nem ismerek. Fogok egy leveses kanalat, és hogy nekiállok. És körülbelül ugye negyedét megeszem, utána pedig finoman és diszkréten megtörlöm a számat, és azt mondom, hogy na jó van, akkor bevittük rendesen a cukormennyiséget. Általában itt szokott lenni a dolog. Pluskat, nagyon igazad van. Nagyon igazad van, az is egy kiváló matéria. Amúgy ez a tó, ez nagyon-nagyon jól sikeredett. Tehát így kinézetre is, meg minden, ez nagyon baba. Ez nagyon baba, kérem. Na figyeljetek! Most látom, még érkeznek a tippek, 50-es, 50 grammos tűrés határ van. Szevasz, Davidusz, jó estét kívánok, szevacsek. Na? Nagy halra várni kell? Nem tudom, még szeretnék fogni ilyen böszme nagy állatokat, mint az imént. Tizenhárom kilogrammot írnál? Hát reméljük a legjobbakat. Mondjuk az az előző, ami ott úszkált úgy hátul, lehet, hogy egy kicsikét távolabb volt, tehát lehet, hogy nem sikerült odáig eldobni, nem tudom. De az hogyha megfognánk, az szerintem azért az úgy kb. Egy 12-13 kilós jószág lenne. Az úgy kb. Tibusz, határozott, és milyen jól megy. Nézd meg már, micsoda fejlődésen mentünk keresztül. Micsoda eszközeink vannak. Elektromos kapásjelző, víjogó, minden, amit akarsz. Tehát konkrétan minden is. Iszok egy kortyot addig, hát, ha nem kapnak. Jó van, ez egy szép fogás lesz, szép fogás. Lehet, hogy utána kéne menni, nem? Vagy próbáljuk meg így kirántani? Elég kiegyensúlyozottan húzza amúgy a zsinort. Húzzuk akkor mi is. Ameddig csak lehet. Megpróbálj. Na, most elkezdett küzdeni rendesen, már érzi szerintem a vesztét. Hát most már ne tippelgessetek, most már nem kell. Ja, Istenem, lenne akadjál róla. Úszik erre, azt jól teszi. Érkezik a halacska, szákolni fog, szákolni fixen kell majd. Gyere, erre ne menjél bele a hínárba, meg a nádba, légy szíves, hogy... Aha. Oké, ott van. Ó!
6400 gram. 6400-et írt valaki? Ha igen, az jelentkezzen, vagy... Dironka nagyon közel van. Nagyon-nagyon közel van. 50 grammot tévedett. 50 grammot. Majdnem. Igen, én is azt gondoltam, Cserigér, hogy egy picikét nagyobb lesz, de nem. De nem. Nézzük akkor, hallátó készülék. Azt lehetne, hogy még így neki is futok, például. Ötven gramma tolerancia, igen, 50 még belefér? Jó, oké. A következőnél 100 gram a tolerancia, jó? És az a nyertes fog nyerni, aki először írta be, jó? Vízbe be lehet menni egy darabig, csirkecsecs. Tehát, hogyha mit olyan három helyes megfejtünk lenne, akkor az fog nyerni, aki előbb írta be. Úgyhogy figyeljetek, mert most már 100 gramma tolerancia. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy bedurranjon az a subgift. Én meg már élesítem itt a dolgokat, hogy ki tudjam osztani, hogyha éppen arra kerül sor. Jó. Oké. De hova? Előfizetés olyan... De miért nem lehet beírni? Egy adott nézőt, azért mondom. Az lesz az. Oké. Na, lássuk akkor. Lássuk akkor, hogy ki lesz a nyertes, mert hogy fixel lesz nyertesünk, az szinte majdnem, hogy bizonyos. Wow! Nagy állat. Ez viszont nagy állat. Ez nagyobb állat, mint az előző állat. Ez az állat még annál is állatabb. Most már ne írjatok tippeket, már fölösleges. Gyerekek, szerintem ez a legnagyobb fogás lesz itt ezen a tavon. Nem viccelek, tél... Úristen, el ne szakadjon. 70-nel húz, érted? 70-nel húz az állat. 70-nel húz, hát elegendő a davilunk hozzá, basszus. 73-mal, 74-jel húz. Gyerekek, hát ez bitang lesz. Tuti fix, hogy ez valami böszme nagy dög. A nagy fehér vadász. A nagy fehér vadász személyesen érkezik. Mi? Ajaj. Ez 74-jel húzott, srácok, az már azért valami. Bárhogy is nézem, 74, és nagyon nem akar jönni. Ez 1000% hogy szákolnunk kell. Tehát olyan nincsen, hogy nem. Tehát ez biztos, hogy szákkal kell megoldani. Beljebb is megyek egy kicsikét a vízbe. Itt van már egész közel. Nem tudom, lehet, hogy amúr lesz. Gyere már ki az anyád iskoláját. Hát most már adjad meg magadat. Ajaj, küzd, nagyon küzd. Nézzek, el akar menekülni. Elmegy, el akar menni, nézd meg. Pepe, nagyon szépen köszönöm, és szép estét neked is. 10. hónapba lépett az úriember, hát jubilál. Hú, gyerekek, ez mekkora, nézd meg! Oda néz, mekkora állat! Írta valaki 12.580 körül. 12.580 körül. Megvan a nyertesünk! Srácok! És benne van a százas tűrés határba, baj van a részek tengerésszel. Ő az szerintem. Igen, szerintem ő lesz az.
Vagy várjál? Nem, Dave Dihun nincsen benne. Nincsen benne a százasba. Megvan a győztesünk. Megvan a győztesünk, srácok, egy hatalmas nagy tapsot neki. Egy hatalmas nagy tapsot neki. Így van, és meg is van. És meg is van. Baj van a részek tengerésszel. Ő lesz az. Ő lesz az. Hát köszöntünk nagy szeretettel. Ír valamit be a csetre, légy szíves. Ír valamit be a csetre, hogy itt vagy, meg minden, légy szíves, és gratulálunk, és megvan a szerencsés nyertes. Jaj, azt mondja, jó. Jó helyre ment az. Jó helyre ment az. Milyen jó neve van. Azt a mindenit. De jó neve van. Na tessék, uram. És ott is van. Használd egészséggel is. Használd az emotikonokat, mert most már lehet egy 200 dolláros, körülbelül 200 dolláros hallal sikerült. Melyik volt az? Ja igen, én voltam. Azt a betyáros mindenit. Azért ez hal volt a javából. Ez bizony hal volt a javából. Srácok, tapsoljuk meg és ajnározzuk körbe, meg szeressük meg minden, ami belefér. Ott van megint egy nagyobb hal. Arra rámegyünk ott. Az lesz az ott, igen. Hát majdnem sikerült oda dobni, igen. Úgyni bizony. Hú, srácok, megint közelítünk amúgy az 1000 dollárhoz. Most már kb. Kezdek rájönni, hogy hogyan is vannak itt a dolgok. Azt hiszem, hogy kicsikét még gyűjtögetünk, és akkor a következő lépésünk az lesz, hogy majd újabb botot tudjunk ugye csinálni, tehát hogy legalább 2 bottal tudjunk horgászni, mert becuppantjuk őket így pak-pak. Egyiket ide, másikat oda, és utána, hogy állokkolni tudjuk a következő helyszínt. Tehát nem tudom, szeretnétek ezzel még játszani? Tehát akarjátok, hogy ez pörögjön még? Mert akkor a hét valamelyik napjára beírom ezt még. Hogyha tényleg ennyire tetszik nektek, akkor mehet, mert én imádom. Tehát így... Folytatódhat a játék, természetesen mákos lecsó, hogyne, de most megint átállunk az 50-esre. Illetve ma maradhat a 100-as. Maradhat a 100-as, na. Mindegy. Maradjon a 100-as. Úgyhogy tippeljétek meg gramra pontosan, hogy hány grammos lesz a következő hal, és 100-as érték, ami a tűrés határ. Tehát nem kell pontosan ugyanazt a grammot beírni. Na, szóval szeretnétek, hogy pörögjön még ez a játék? Vagy igen? Igen? Mehet? Ha valamikor a hétközben majd még beírom valahova. Igen? Jó van. Jó van, oké. Részemről a fáklyás menet, hát mehet. Hopp. Basszus. Srácok, azt hiszem, hogy rájöttem, hogy kell böszmenagy halakat fogni ezen a tavon. Azt hiszem, hogy rájöttem. Aha, ez 58-al, 60-nal 20, lehet, hogy lesz belőle 70 is. Menjen az még följebb. 60-nal 20, ez olyan 10 kilós környéké lett. Most már ilyenkor ne tippeljetek, mert nem ír. El ne szakadjon az a zsineg. Ez szerintem nem lesz akkora, mint az előző, ez olyan 8 kilós lehet kb. Ha tippelnem kéne. Az nem a távolság. Nem, az az erő, amivel húz. Bremida. Vagy a távolság lehetne? Hát... De lehet, hogy a távolság. De basszus, de az a távolság. Akkor azt félreértelmeztem valamiért. Igen, az erő, amivel húz, akkor valószínűleg az indikátor ott, az a zöld, ami aztán pirosba, illetve sárgába, aztán pirosba hajlik, akkor valószínűleg az lesz az. Hát akkor lehet, hogy ez nagyobb is. Hát nehezen adja meg magát ő is. Nehezen adja meg. Nézd meg, még vergődik is. Azt a betyár mindenit. Ilyenkor már lehet tudni, hogy az ember nem kicsit fogott. Igen, most ott van ez. Jaj, szépségem, gyere ide papához.
Ez is szép nagy. Ez is szép nagy. Aha, 8390. 8390. Volt-e hasonló? Hát, jelentkezzen, hogyha volt. Jelentkezzen, ha volt. Szóval én nem látok, megmondom őszintén. Nincsen nyertesünk, ahogy látom. 8800 volt csak. Aha, nem volt. Akkor nem volt nyertesünk. Még adunk esélyt a dolognak. Na nézzük, hol van a böszme nagy hal. Hátul a francba, mi? Hát látjátok, azért ezzel a csalizással is simán lehet, meg ezzel a szerelékkel lehet simán fogni szép nagy halakat. Úgyhogy szerintem ez... Ja, nincs rajta etető anyag? Basszus, tényleg nincsen. De jó, hogy mondod. Basszus, tényleg nincsen rajta. Jó, 900 dodónk van. Most még ne tippeljetek, mert még egyelőre teljesen felesleges. Hát még csalink sincsen rajta. Kellene rakni rá valamit. Hát most mit csináljak? Hát az előző fogásunk az 8390 volt. Kávécsépét. Tehát az azért messze van tőle. Az azért meglehetősen messze van tőle. Na várjál, Snake Thunder Hypers, ő írta volna? Most pörgetem vissza, de nem látom. Nem, te 10860-at írtál. Meg 12500-at, úgyhogy na. Na nézzük, azt mondja, hogy hova kéne dobni. Oda messze el. Hát de nem tudom, azért azok nem olyan hatalmasak. Igen, az a baj, hogy ez a hal az egy kicsikét messze van. Na, csalizzük föl szépen, akkor mi kell rá? Kell rá... Kukorica. Mi ez? Kukac. Kukuc. Az. Kukuc az van rajta, meg akkor van rajta... Minden is. Hát én itt nem látok ilyen nagy lósznya állatokat. Jó, tudjátok mit? Szedjük össze ezt a rotpodot, és keressünk valahol halat. Nézd meg, ő meg már idejött. Melanie már idejött, mert érezte azt, hogy itt lehet büdös nagy halakat fogni. Elfogyott az etetőanyag is? Az etetőanyag is elfogyott. Na igen, miért kéne venni? Smelly fish. Level 12-es. Hát ilyet még nem is tudunk. Level 10-es. Ez lehet, hogy nem jó a... Nem, ez a pontyoknak annyira nem. Catfish, az se. Ennek viszont igen. Hát próbáljuk ki ezt, hogy milyen. Ez ilyen szép zöld. Tudom, a vaníliát, a vaníliával próbáltunk rá az imént, viszont most megpróbáljuk ezt a másikat, hát ha erre nagyobb halak jönnek. Itt vannak szép nagy állatok. Egy legalábbis volt, ami ilyen szép nagynak tűnt. Most próbáljuk meg itt a fa alatt. Itt ezeket a részeket szeretik nagyon a pontyok, úgyhogy itt szerintem föl is állítjuk a cuccunkat. És akkor nézzük meg, hogy hol lakik a nagyhal. Hát... Én itt nem látok azért olyan hatalmasakat. Egy kicsikét tovább megyünk. Egy hangyányit. Megyek a kis botommal, aztán... Megsasoljuk. Na, lerakjuk. Úgy.
Ott az ott az, az jó lesz. Az ott jó lesz. Az ott biztos, hogy jó lesz. Nagyon jó. És még sikerül is oda dobni. Hát ez maga a gyönyörűség. Na mehetnek a tippek, hogy hány grammos lesz a hal? Hány grammos lesz a halacska? Mindjárt vége, szerbusz, kérlek. Egy 9 perc múlva már vége is lesz. De jó legyél. További szép estét. És köszi szépen nagyon. Köszi, uram. Igyekszem, hipnokecske, és eddig böszme nagy halakat sikerült fogni áll az égnek. Most már kisikerült tapasztalni, hogy hogyan kell itt is nagy halat fogni. Itt egy kicsikét nehezebb, mint az előző résznél a tengeren, de na. Ebben a játékban lehet lyukas csizmát is szerint? Lehet. Na, kifogni nem lehet, de amúgy nem lehet, tényleg, Dávid Orosz. Nem lehet. Most ezt a fogást még megvárjuk. Ezt a fogást még megvárjuk. Amit sajnálok viszont tenni a rotpodos variációnál, hogy nem igazán lehet megnézni a csali kamerát. Tehát az csak akkor lehet, amikor fogod a botot. A tengerről, Dave Dihu, nem maradtál le, mert tegnap már néztük a tengert. Viszont horgáztunk már ott, viszont egészen biztos, hogy most már fel tudnánk oldani egy tengeri horgászatot is. Én úgy gondolom, csirkecsecs, hogy a tengeren. Tehát ott ilyen hatalmas nagy tőkehalak, meg karthalak, meg cápa is van. Bizonyám. Na most a cápához a horgom már megvan. A botasz még nem, az orsó még nem, tehát az biztos, hogy rohadt drága lesz. Mindjárt meg is nézem, hogy mennyibe kerül. Nézzük, azt mondja, hogy... Hát milyen bot kellene a cápához, szerintetek? $2,600 botok. Azért az veszélyes. $2,600 botokkal kell kísérletezni, legyen valami. Azért az úgy... Igen. A horog az megvan már hozzá, meg szerintem azért egy nagyobb szakító, szilárdságú damin is kell hozzá. Én legalábbis ezt gyanítom. Hát bálnára nem kell vadászni a játékban azért. Kéne szponzor? Motherload, figyelj! Már hogy nekem? Hát jó lenne, hát egy jó zsíros szponzor, hát ez nem lenne rossz, ez tény és való, tehát adnám. Hát csak valami olyasmivel foglalkozzon, érted, ami számotokra érdekes. Tehát, hogyha elkezdek mondjuk, érted, csicseri borsót reklámozni, az nem feltétlenül vág a profilba, ha már itt tartunk. Egy cápát, ha lesz, biztos drágább, mint pár száz dodó. Valószínűleg igen. 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 Na, jöhetnek a tippek amúgy, aki még esetleg nem tippelt. Old Lady is tippelt már. Hello, hello, és kezdjük csókolom. Na nézzük akkor, mi lesz a következő. Elvileg hamarosan kapás lesz, készüljetek. Érzem. A vérbeli horgász megérzi ilyenkor, és szerintem ez be is fog következni pár másodpercen belül. Lehetetlen, hogy ne legyen kapás itt 20 másodpercen belül. No more bait in feeder. Lehetetlen. Hát mindjárt bemegyek a víz alá, megnézem. Mondjuk ilyet már csinált, tehát szerintem ez bug. Nagy valószínűséggel. Vagy kizaválták belőle, szerintetek? Az lehet, hogy kizabálták az etetőkosárból? Azt tudom, hogy simán kieszik ilyenrel is, az oké. Az a baj, hogy itt ketten is horgásznak mellettem. Lehet, hogy ezek lehalásszák a tavat. Ott van mellette. Nézd meg a nagy állat. Ott van mellette, ott köröz. Hát kapja már be. Nem, van rajta. Akkor a játék bugolt, igen. Szevasz, Gergely fi, hello. Na most az kéne, hogy...
hogy végre bekapja már. Most már beehetné az a szép nagy tükörpont, vagy mi volt az. Nálad van kapás? Dormontó vagy, hogy a bánatba hívnak, te fogsz valami? Nem fogtál semmit, ahogy a logból látom. Melyik a másik? Érdeklődök egy kicsit a srácoktól. Raid. Hát ő sem nagyon fogott. Ja, de ott fogott valamit. Micsoda? 21,4 kilós pontyot fogott. Tehát ő tudja. Ő tudja az igazságot. Finoman meghúzni? Nem akarom finoman meghúzni. Szerintem ebből előbb-utóbb kapás lesz. Nem hiszem, hogy elvitte előlem. Nézd meg, ott van még mindig a büdös nagy hal. Tehát valami lesz. Ott köröz. És nem akarja bekapni. De hogy verjük meg, hát mit bántanánk már szerencsétleneket, hát nézd meg. Hát főleg érted ezzel a fejjel, így néz, hát ezt nem bántjuk őket. 30 kiló körül itt fogott? Hát akkor tudja, hogy mi fánterem a horgászat valószínűleg. Na jó, nincs kapás. Nincs kapás, úgy néz ki. Írt valamit a horog méretéről, hogy nem felel meg. Igen, ezt már többször kiírta, ennek ellenére baromi nagy halakat fogtunk. Ennek ellenére szép nagy halakat fogtunk. Vagy lehet, hogy kiabálok és elriasztottam őket. Tudja, ahol szeretett. Igen. Tudja, hol szeret a cápa. Na most mi van? Nem akarja bekapni? Nem akarja bekapni. Valamiért nem akarja bekapni. Pedig elvileg jó kellene, hogy legyen. Na álljátok, dobok még egyet, jó? Dobok még egyet. És akkor jöjjenek az új tippek, jó? Köszi szépen, nagyon jól. Írdatlan nagyméretű halakat fogtam, úgyhogy ez már elegendő az üdvösséghez a mai nap folyamán. Énekeljek nekik? Apukád, azt szokta? Ott ment el le róla! Hát nem már! Nem már! Hát hihetetlen. Egyszerűen hihetetlen. Hát hihetetlen. Ott volt rajta. Ott volt rajta az a böszme nagy. Na, jöhetnek az új tippek. Hajrá! Mekkora dög volt, igen? Na hát ugye? Igen, bizony. De ott van még rajta, vagy az nem az? Az már nem az? Nem tudom. Egyet még akarok fogni. Mindenképpen. 25 méternél volt a hal. És meddig dobtam be? Egy csirke harci ordítással adósod vagyok, slambuc. Egészségedre, uram. Jó helyre dobtam be, szerintetek? Jó helyre dobtam be? Tehát, hogy úgy kb. Ott van. Há, vagy nem. Ott kever, nézd meg, ott kever. Nem akarja beharapni. Nem jó helyre? Kicsit kijebb kellene húznod? Na. Jó. Srácok. Egy fél percet adunk még neki, ha nem, akkor megyek, jó? Meg kezdődik az esti mese nálunk. Igen, Kircsi. Nagyon taktikus húzás. Nagyon taktikus húzás. Nem akarja. Jó, kitekerjük, srácok, jó? Kitekerjük, mert menni kell mesézni. Megpróbálok kilépni a játékból. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, ezt a kitörő lelkesedést, és köszi szépen, hogy itt voltatok ennyien. Iszonyat jót horgáztunk, rengeteg hal volt, és ezt a játékot még folytatni fogjuk, szerintem ezzel a héten. Nagyon köszi mindent.
legyetek jók, ott vannak a közösségi oldalak, ha esetleg szeretnétek értesülni arról, hogy mi zajlik a csatornával, velem kapcsolatban, leginkább Twitteren, Instagramon szoktam információt megosztani, de a többi is érdekes lehet, YouTube-ra természetesen a vodok kerülnek fel, meg hát ugye ott van a weboldal is, ahol egyéb értékes információkhoz juthattok. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, de legfőképpen köszi, hogy ennyien voltatok. További szép napot, szép estét, holnap reggel 9 óra 30-kor találkozunk a fogadóórán. Ha gondoljátok, akkor Discordon írjatok mindenféle témát, amiről beszélgethetnénk a talkshow témák topikba. Nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek a részvételt, további szép estét nektek is. Szevasztok! Baby, I still wear the shirt you gave me, 'cause it reminds me of the times, when I was down and you were there to save me, telling me that I'll be fine. Put some music on, turn the lights down.